reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Gyerekek, ez már sziasztok! Nincs mese, ez nagyon durva. Ez nagyon durva, ami van, úgyhogy készüljél ma meleg ruhával, meg mindennel, mert... Srácok, én hardcore túrázó vagyok, engem nem fog megelőzni egy nyomorult kis eső, meg néhány van, néhány mínusz fok. Ért? Sok nylon zacskó. Nagyon készüljél, nagyon készül, nagyon hideg van. Nagyon vizes a föld. És nálam 4 fok volt, amikor indultam, és ilyen 5-6 fok lett, mire beértem, szóval... De az is csak a menet cél miatt. Tehát rá seremcskenyeres pajtás, meg fogjuk oldani, vízhatlan sátor, vízhatlan derékaj, nagyon jó kis, hogy hívják, a szivacsom van, nagyon jó kis hálózsákom van, viszek magammal mindent, ami kell. Nem kenyeres pajtás, mert ő benn fog aludni a melegben. Én ment leszek. Igazi kenyeres, ha végig veled nekem, lenne. Nekem az, az nekem már elég, az... ha tudom, hogy ők jó helyen vannak, száraz helyen vannak, meleg helyen vannak, az engem belülről melegíteni fog. Én ment leszek, majd meg kell beszélnünk akkor, hogy hánykor jössz, meg mi van, meg hogy van. Sötétedés előtt akarok mindenképpen kiírni, hogy nehogy valami olyan viszonylag ritka védett növényfajra telepítsem rá a kis izémet, cájgomat, ami esetleg később majd fájni fog nektek. Nem, én mindenképpen világosba érek át, átmenjünk, átbumlizunk egy kicsit taxival, mert hát azért cuccot kell vinnem magammal. Aztán én meg vagyok, mindent összekészítettem már. Na most ők kis rádiót, füldugót, könyvet, szólok, fejlámpát, stb. Tényleg. Tehát ne állj ott 4-kor, mert 7-re érnek, jó? Nem áll. 7-re érnek csak. Igen. Próbálom. Nem tudom, hol leszünk, otthon szerintem otthon leszünk. Majd még úgyis délután egyeztetünk akkor, hogy hányra jössz szerintem. Világos vagy, gyertek, messziről majd vezetni fog a füst. Nem ilyen füst. A tüzet rakok, persze, belakom a helyet, tudod össze. Ez nagyon beteg, szóval ez mindennél betegebb. Igazából. Úgy készültem egyébként, hogy ha esetleg nem tudjuk begyújtani a tüzet, valamilyen okból kifolyólag, például azért, mert szakad az eső, akkor is azért megleszek, mert van egy olyan kedves ismerősöm, a Koltai Arnold, ugye nyugalmazott hivatásos katonáról van szó, aki meglepett egy pár héttel ezelőtt egy úgynevezett ilyen emeri fejadaggal, amit ugye az amerikai katonák szoktak kapni, ugye ez a meat, ready to eat elnevezés, ilyen kis cuccról van szó, ami ez nekem nem kell semmi, csak egy kis meleg víz, és már meg is vagyok. Feltépem a kis zacskomat, aztán hát már tolom ki a lényeget, hogy csak meleg víz. Ugye? Tehát, hogy azt majd leheled, vagy honnan lesz meleg vízed? Hát csak itt dobsz egy ízével egy palackkal, vagy valami. Hát, vagy létszik, csak ennyit, így. Nem kérsz keveset. Kopogtass, én oda, hogy megyek majd a teraszajtóhoz, és akkor gyorsan kinyújtod, becsukod az ajtót, az integetsz, és mentek, ahol akarok. Nekem csak egy liter forró víz kell, és már meg is vagyok. Valami jelrendszer dolgozzatok ki, tehát a végső ízi bebocsátás, hogy nagyon nagy baj van, mindjárt meghalok, meleg víz, 2 koppanás. Hát, azt szerintem, hogy ne zavard őket azért. Szerintem, Feri, amikor majd, ahogy hívják el, azzal az amforával, ami ott kint áll a izén, és mindenféle ilyen virágok állnak benne, bezúzom majd az... Az elég egyértelmű jelzés. Nem. Én aludni fogok éjszaka, csak jelzem. Tehát én lefekszem, én is tervezem, aztán majd ki tudja, mi lesz belőle. Én lefekszem, és utána alvás van, úgyhogy... És meglátjuk, hogy mi lesz. Jó, hát beszéljük át, hogy mikor jössz. Hány órakor érkezem? Szerintem 6 előtt mindenképpen, azt néztem, hogy olyan 4-7 környékén sötétedik be teljesen. Igen, tehát hogy szerintem olyan fél hat tájban én már biztos, hogy ott leszek. Fél hat körül? Persze, ezek ilyen kis pikpak sátrak, tehát hogy nem kell velük sokat vacakolni. Ez már nem a régi kis táboros hallulat, hogy oda mész, aztán 3 múlva kész is vagy a vázzal. És akkor még keresed a cövekeket, vagy ilyesmi, nem, ez az, hogy szétnyitok, és már kész is van. Aztán leverem a kis cövekeket, amiket szinte nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen, nem tudom mik, tehát, hogy ilyen... Ne verjél nagyon mélyre cöveket azért. Nem, ilyen kis pici kis rudacskák, tehát van belőlük 4 darab, és meg is vagyunk. És már integetünk egymásnak. Néztétek? Nem néztem, de azt tudom, hogy esni fog ma még, aztán holnap már jobb idő lesz. Majd valami, keresünk valami szélárnyékos helyet. Hátul a lovasszobor mögött, vagy nem tudom. Hát szakadó esőt mond. Figyelj, kinézel majd az ablakon, és kikívánkozol majd. Mert látod, hogy ott dereng valami kis fény ott bent, így halkan kihaladszik, illetve behaladszik a Klassz FM, viszek magammal nagyon jó kis, hogy kis hívják rádiót. Kis rádiót. Már raktam bele elemet, hát kétszer uzával. Persze. Mondom neked, hogy 17 óráig szinte ilyen 20-30, ezért 18 órától 80% az eső valószínűsége. Az a jó. Hát akkor az esni fog. Az rendben van. Tehát azzal nincs. És aztán hajnali 1-től már szinte semmi, csak 2 fok. Nem fogom érezni, aludni fogok. Akkor már alszom meg, a tűz melegít majd, a tűz melléke. Figyelj, olyan hálózsákom van, amit kifejezetten ilyen 0 fok környéki hőmérsékletre ajánlanak, hűtékbe.
bivakolásra, stb. Tehát, hogy így szerintem meg fog moldani. Nem lesz gond? Igen. Nem lesz gond. Kazi, így azért, ha vasárnap kinézel a kertedbe, sajnálni fogod, hogy vasárnap nem mentél el szavazni. Miért nem arszol inkább az Euronix parkolójában? Lehet jobban járnál, kérdezi egy hallgató. Oda beengednék. Az, az már annyira csöves lenne, hogy azt már is. Az már nagyon igen. Meg ott azért megtalálnak valószínűleg a közterületesek, vagy az éjjeli őrök. Igen. Megböködnének ott botta. Igen, hát érkeznének a hallgatók is, ők keltenének. Igen, holnap az Euronixben vagyunk, illetve pontosabban az Euronix előtt, a Budaörs, a Tesco oldalán, azt mondtátok, hogy ott van. Tehát nem az Ocean Kika, hanem a Tesco, tehát a másik oldalon. Már szerintem megtalálják. Tesco Kika oldal. Ugye ez a két nagy oldal van. Ha az egyik oldalon nem találjátok, a másik oldalon vagyunk. Gyertek hát a másik oldalra, ott leszünk, és nagyon sok értékes dologgal, játékkal, tévével, nyereményekkel készülünk, mindenféle műszaki dolgot lehet majd nyerni, úgyhogy nagy a játéklistánk, és hosszú a nyereménylistánk. Nagyon komolyan. Tegnap osztottuk a cuccat itt, 10 óra után, hogy akkor mit, hova, milyen játék, hát gyakorlatilag 6-tól 10-ig egy ilyen nagy játékfetrengés lesz. Holnap játszunk, így van. Rengeteg nagyon értékes ajándék lesz, hát pont azon gondolkodtuk, volt, van olyan játékunk, amiben adott esetben meg is maradhat 2-3. Nagyon komoly értékű ajándék, és ezzel agyaltunk tegnap itt műsor után, hogy jó, de akkor ezekkel mi lesz? Műsor végén kisorsoljuk, vagy odaadjuk, vagy nem, vagy visszük haza? Mindent odaadunk, ha valami megmarad, akkor odaadjuk. Marad, hárman vagyunk. Hát akkor mi legyen a sors, nem lehet véletlen. És ez micsoda? Hát, hogy a maradék ajándék, mert tehát van olyan játékunk, ahol kettő közül kell választani. Igen, igen. És ami megmarad, az pont 3, mi is 3-an, ők is 3-an. Hát akkor visszük. Érted? Vagy majd bedobjuk a közösbe a hallgatóknak. Kitaláljuk. Minden esetre tényleg sok nyereményünk lesz, és az idő is jobb lesz már holnap. Uh-huh. Szóval úgy néz ki, hogy napsütést mondanak, és már talán nem lesz ennyire hideg, mint ma. Igen, kifejezetten jó időt mondanak. Napsütés. Ez ma tél, tehát ez, erre nem tudok mit mondani. Nem. 5 fok és ilyen szakadó, ónos, ködös, trutyis eső, hát ez november végig. Hát, november végig időjárás. Az, hogy tegnap a kékestetőn már havazott. Bizony, hát az első hó. Az megérkezett. Milyen? Meg volt az első hó tegnap. Nem hószálingózás volt. Nem hittem el. Kemény, október elején. Anya nézte otthon a tévét, és mondja, hogy íradóban most mondták, hogy havazik. Mondom, ne, viccelj, vagy valamit vizélben, mi régi kazettát tettek be a TV2-nél már megint. És akkor mondom, hogy ne, mondja, hogy nem. Úgyhogy fölmentem szépen a kékestető webcamre, idén szerintem először, jó, talán valamikor, jaj, no, február környéke persze nézegettem már, de most így fölmentem meg, és basszus, tényleg. Esik a hó a kékes. Az nagyon durva, az nagyon-nagyon durva, igen. Hát lassan lehet menni. Lassan lehet menni. Megszólaljunk, már mennek szánkozni. Ő már szánkozik, igen. Kirúg mindenkit, aztán elmegy. Elmegy szánkozni. Na, azt mondja, gyorsan egy-két SMS, hogy ki ébredt velünk, hogy vannak a mi drága hallgatóink így kora reggel. Azt mondja, hogy Jani, ez itt nagyon romantikus, csak egy hónapot késtél vele, be fog vagyni a popsi puszi marcsi. Ne, gyerekek, ne. Nincs ez ebben. Nem megérde meg az Euronixbe benneteket? Te, Jani, téged nem. Hát kinyitathatnánk, de kertben aludni valószínűleg izgalmasabb egyébként. Doszpot vagyok, aludj nálam, jó lesz, így egy hallgatom. Aztán... Jani, viszek neked hólapátot, hogy reggel ki tud magad kaparni az alagút rendszerből. Szatyi, köszönjük szépen. Igen, akkor mindig pisilni kell, azt szokták mondani, hogyha betemeti az embert a lavina, akkor pisilsz egyet, és akkor látod, hogy milyen irányba folyik. Igen, hogy merre van a lefele. Tudni fogom, jó, hogyha belegabajodok nagyon a hálózsákomba, és reggel betemet, ahol pisilje. Ezt fogom csinálni, pisilni fogok. Nem mondom már belőle, hogy nincs egy vendégszoba szegény Janinak. Tényleg kiküldöd? Abszolút. Nem kiküldöm, erről szó nincs. Nem, hát be sem tudok menni. Tehát, hogy küldenek ki ezt? Én ezt elmondtam, hogy nálam nincs teregetés, nincs pakolás, nincs rendrakás, nem lesz ott a lakás pásztázása, porszívózás, csörgés-zörgés. Én nyugodtan akarok aludni, jöhet no-go-zóna a ház. Így van, nem ennyi. Lehet oda bemenni, nem úgy. Nincs bennem, jelen pillanatban nincs bennem emberség, én ismerem Janit, én laktam vele hosszú ideig Afrikában, raktam Dél-Amerikában, én nem akarom a saját házamon vendégnek érezni magam, én ugyanúgy akarok enni, inni, fürdeni, aludni, nekem ott nincs teregetés, meg ruhántaposás, meg matrózuhanyzás, meg bali, mi ez a nagy gőz a zuhanyzóban, miért zuhanyzol ennyit? Ennyi víz, kis előadás, morzsa, környezetvédelemről, én a saját házammal úgy szeretnék zuhanyozni. Az nem egy katonai tábor, az a lakás, az otthona. Úgyhogy nem engedem be, vagy hogy vendégszoba. Tehát van vendégszoba, több is, de nem azért van, hogy akárki ott aludjon. Tehát egy szó nincs arról. A másik, hogy van ott két gyerek, én is toleráns típus vagyok a végletekig, ezt mindenki tudja. Tehát nekem oda kell figyelnem arra, hogy se Beninek, se Noelnek ne sértsen meg, ne zavarjam össze a kis estéjét, meg a reggelét ezáltal, érted? Egy gyerek megy másnap iskolába, hát most érted, azzal legyen már elfoglalva, hogy ott valakit fellecsoszok. Bizony. Majd az élő bejelentkezést beszéljük meg, hogy hány órára tesszük. Hát szerintem azt ilyen 10 óra körül.
10 óra körül, mikor már letettem a gyerekeket, akkor ki tudok menni hozzá. Így van. Egy ilyen nagyon rövid. Leave from the garden. Igen. Tehát azt meg tudom csinálni. Azt mondja, telekedem szárát, hogy Jani tüdőgyulladást kap Balázs gyerekeknek. Megkapja. Ez nem az én ötletem, hogy én nem hívtam oda Jani. Jani akart, mondtam neki, hogy ezt tudom felajánlani. De megígérem, hogy adok egy pozitívumot is, vagy egy kellemes dolgot, ki lesz kapcsolva az öntözőrendszer. Tök jó. Igazából, korrekt vagy. Én azt gondolom, hogy én mindennek teszek, amit tudok. És adok hosszabbított, meg lámpát. Persze, meg fogjuk oldani, és képzétek el, hogy mit tudom, hogy Klein Dávidék sem úgy szoktak menni az Everestre, vagy a környékre, vagy az Annapurnára, vagy nem tudom hova, érted, a Csójúra, hogy jaj, Istenem, csak nehogy megfázzanok, szegények, hát nem, hát csak megoldják valahogy. Ezt ők vállalták, Jani vállalta, akkor lehet jönni. Lehet, hogy így éve két fogó, vagy nulla fogba, én is csak el leszek valahogy. Nincs ezzel gond. Janikám, igazán tökös fasz a gyerek, vagy hogy ilyen hideg időben beállod a sátrat. Vagy a baliéknál még a fű is fűthető? Kérdezi, az nem fűthető. Illetve igen, de nem kapcsolod be. Hát ha lehetne, úgy se, van az... lehetne se kapcsolni. Igen. Igen. Lesz nálam forró tea, meg Sepultura, úgyhogy el leszek én. Tényleg egy jó forró teát tudok neked főzni. Na, ne puhuljál már! Hello! Ez is igaz. Ne húzzuk meg a határokat. Nem tudok, áramot tudok adni a vízforralódba. Uh-huh. És akkor azt tudom. Akkor egy jó vízért, jó kis jeges frappét, hogyha gondolod. Igen. Na mi újság egyébként, minden rendben, nagyvilágban, tegnap, minden oké. Minden a legszuperebb dolog. Nyugalom, békesség, jó szerda, kellemes szerda. Hát... Kellemes, a mai nem annyira kellemes, viszont kéne beszéljünk majd egy dologról, na. Képzeljétek el, hogy új fejlemény van a főváros életében, hogy kitalálták, hogy az összes aluljárót le fogják zárni éjszakára a gyalogos aluljárókat a hajléktalanok miatt. Aha. És ezt szeretném, ha boncolgatnánk, hogy mit mondotok rá, mert hogy az van, hogy például nálunk, ahol mi lakunk a 13. kerületben, néha idéglenesen, ott például a Nagykörút, vagy mi az már ugye Robert Károly körút Lehel kereszteződésében, nem tudsz egyébként átkelni egyik oldalról a másikra, csak ha alul mész. De éjszaka én megyek a buliból haza, akkor keresztül fogok vágni, ugyanis a hajléktalanok miatt le fogják zárni az aluljárókat. Egy, a hajléktalanok mit fognak csinálni, tudom, menjenek hajléktalan szállóra, mert ott fűtenek, ugye mindenki ezt mondja, de egyébként ők ott. És akkor jön a Jani, aki minden reggel összehányja szegény magát, ahogy kinéz az aluljáró, tehát neki is igaza van, hogy mi lehet az arany középút. Hát... Te zárnád? Beszéljünk most erről. Ha majd menjünk, akkor bele, és akkor beszéljük meg, hogy ki mit gondol. Szerintem itt máshogy gondolkozik mindenki, nem? Figyeljétek, én akármennyire furán is hangzik, én kétféle hajléktalant ismerek. Az egyik az, aki nem kakálja, pipili és szemeteli, aha, és hánya össze az aluljárót, meg az, aki igen. Na és szerintem az utóbbiak miért történik mindez. Egyértelmű, hogy emiatt van, pont azért mondtam, hogy te vagy a szenvedő alany. Olyan jól indult ez a reggel, de én nagyon szívesen beszélek róla, mert igen, nem annyira vidám téma, de hogy reggelenként kérlek benneteket, hogy fáradjatok le, mondjuk ide 6 óra előtt az aluljáróban, népligeti aluljáróban, és mondod, nézzétek meg. Ha ilyen, vagy hogyha így tudnak hozzáállni a közvetlen környezetük, ha ilyen, akkor zárják. Igen. Én meg azt mondom, hogy ugye ezt valahol neki is aludni kell, ott melegebb, igen, van. Ott melegebb van, jön föl a meleg levegő egy csomó helyen, tehát ne zárják, mert meg fog fagyni szegény. De a Jani megjön az aluljáróba, és látja azt a rettetes dzsúveszt, ami van. Itt szerintem Zsüli is, Anna is minden továbbinek aláírják ezt a dolgot, hogyha abból indulunk ki, ami reggelenként fogad minket itt. Ja. És ez egy nagyon szomorú dolog, és persze, és ez nem azt jelenti, hogy nincs bennünk empátia. Igen, csak de hogy az a megoldás, érted, a hajléktalan problémára? És akkor egy kicsit neked adok igazat, hogy igen, az, hogyha a saját környezetére ennyire nem képes figyelni, de ugyanakkor meg egy kicsit kegyetlenség őket kirakni, azt mondod tényleg, hogy akkor aludjál, hol tudsz. Volt olyan alkalom, amikor jöttem így be reggel, és arról értekeztem, hogy mennyire pozitív élményben volt részem, mert hogy azt láttam, hogy leköltözött egy szemmel láthatóan hajléktalan pára az aluljáróba, akik reggelenként megágyaztak, összeszedték maguk körül a szemetet, és gyakorlatilag berendezkedtek ott az aluljáróban. Egy percig nem fordult meg a fejemben, hogy velük bármiféle probléma lenne, és engem zavarnának. Aha. Egyáltalán nem zavartak. Az mert zavar, láttam, hogy állnak a környezetükhöz. Tehát, de az, látod, megint egyik... mi a megoldás, akkor jó, akkor zárjuk le. És valahol igaz, ha nem tudsz mit csinálni, akkor előbb-utóbb meg fogod tenni. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Figyelj, az aluljárónak az egyik lépcsősora a kis vécézésre, a másik a nagy vécézésre van használva. Na most kézzel már erre megoldás, igen.
Mit csinálsz akkor? Igen, nem tudsz mit csinálni. Most minden hajléktalan mellé nem állítasz egy biztonsági őrt, hogy ha látod, hogy pipilni megy, akkor fölküldöd a Népligetbe, vagy valahova. Tehát az sem megoldás nyilván, csak így elgondolkodtam, itt tegnap hallottam a dolgot, hogy már állítólag a Ferenciek tere már így is működik, azt hiszem, hogy a Ferenciek tere, az, ugye? A Ferenciek tere már így is működik, ott teljes lezárás van, és hogy az összes ilyet így akarják megoldani. Hogy az is érdekes, hogy a hajléktalannak se jut eszébe, hogy basszus, neked lesz rossz, meg kint fogsz aludni a hidegben. Nem mintha az aluljáróban nagyon meleg lenne, de 5 fokkal Sát, jobb. Tényleg, higgyetek, ez nem az empátia hiánya. Ja. Ez nem erről szól. Ez nem erről szól. Hanem ez arról szól, hogy mit tudom, fizetsz például a bérletért, fizetsz a jegyért, mész reggel a gyerekkel, és azt látod, hogy igen. Ugye volt még szélsőségesebb esetekről is be tudunk számolni, be is számoltunk korábban, hogy mit kell végignézni mondjuk adott esetben egy anyukának, vagy egy apukának, aki kézen fog vissza a gyerekeket reggelenként. Én mondom, lehetne ez másképp is. Igen, de az a rajtuk is múlna, hogy nekik is másképp kéne. Igen. Na jó, csak így eszembe jutott, hogy mi a jó megoldás erre, de hát nyilván nem mi fogjuk eldönteni. Hát ez nem, igen, az a baj, hogy nehéz. Százszor éltem át azokat az eseteket, amiknek a következménye például ez. Jó, ez a nagyon erre. Drasztikus és sok tekintetben lehet mondani, hogy embertelen. Hogy állunk a fekete-fehérrel, játékkal? 2-1. 2-1? 2-1, igen. 2-1 jelen pillanatban. Félek, hogy a hallgatóknak. Igen, szerintem is most úgy állunk, hogy elmentek tegnap is, igen. Jó, lehet jelentkezni játékra, drága hallgatók, 7:30 múlt pontosan 2 perccel jönnek a hírek, aztán, ha jöttek SMS-ek, akkor jövünk a játékkal a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 8 perc, múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek, aki még nem indult el. Jó az... reggel. Jó reggelt, igen, aki még nem indult el, az készüljön. Nagyon hideg van, ráadásul esik az eső is, ehhez még jön egy ilyen kis kellemes észak-észak-nyugati szél is, amiben megy a kabát alá, úgyhogy hát szörnyű. Szörnyű idő van, igazából. Nem is tudom, hogy ez, hogy lehet, hogy jövő hétre újra 17-18-okat mondanak. Nem úgy, hogy először van 17-18, és aztán folyamatosan hűl. Hát elméletileg, hogy van igen, ez? De... A Jani kintalvására való tekintettel az időjárás megrázta magát. Sászok, nem, ez semmi. Tehát ez nulla. Tehát elmegyünk, jól érezzük nulla. Magukat, jó bevacsorázok, zunk, hát ha meglátogat, szerintem jut is, marad is alapban a kis szöldséges lazanyámból, amit vinni fogok. Én azt sajnálom tényleg, hogyha elmaradna az eső miatt a közös a mézes alma sütögetés. Hát addig várjál fél lábon, amíg ő kimegy az esőbe, almát sütni. Ha nincs eső, akkor kimegyek veled. Így akkor van. Kimegyek veled. Csillan, amikor szellőztetnek, és majd bekúszik, tudod az illat az ablakon keresztül, és mi ez a fenséges illat? Csak nem sülő lengyel alma. Lengyel alma? Lengyel almát nem kérek. Magyar almát eszem. Én magyar almát eszem. Magyar almát, csak azt veszünk én. Magyar földön, magyar almát, így van. Nem kell a lengyel alma. 51-es főúton Taksonyi kereszteződésben frontális ütközés, mentőrendőr a helyszínen, egy sávban folyik a közlekedés, torlódás egyelőre még csak pár száz méteres, de aztán ez majd alakul. Aztán... látom Janit a lelki szemeim előtt, amit kimászik a sátorból a kisgatyám a trikóval, reggeli torra, mint Usztis Mátyás. Az angyalbőr. Igen. Az angyalbőrben című filmben. Szabasz, vigyázz! Ott négy ütemüzek majd. Egeresi Nagy Lajos sarkán torlódáson egy kocsit mentenek a villamosírről. Budakeszi gyorsabb halad, oka a lámpák nem működnek. Évi küldte nekünk. Hungária kerepesi kereszteződésben 2 autó megcsinálta a reggeli bulit. A Tököli útig visszatorlódik a sor. Kerüljön, aki tud, ez Gyufa küldte nekünk. Na, nézzük meg akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Hello! Hello, ciao! Hanna, hello, Hanna! Igen, én vagyok az. Hello, Hanna! Honnan hívtál minket? Székesfehérvárról. Székesfehérvárról? Hány éves vagy, Hanna? 9 éves vagyok. Ultra cuki hangod van. 9 éves vagy. A rajzfilm hang. Az, és nagyon. Gyönyörű neved van. Na, igen. Tanul zenét, tényleg? Igen. Mit tanulsz? Hegedülök. Hegedülsz? Hmm. Nincs ott most a hegedű melletted? Nincs. Nincs? Mi honnan hívtál minket? A kocsiból. Ja, már a kocsiból vagytok. Aha. A vezetsz, ennyi idősen. Elkötöttem. Még mindig nincs sok zseni gyerek. Elkötöttem a kocsiját. Hova mentek ilyen korán? Hát, a suniba. De miért? Hát még csak 3-4-7. Hányra kell beérni? Hát, Fehérvár mellett rakunk, és korán kell kelnünk, hogy beérjünk. Ja, hány kilométert utazol?
15 kilométer. Hát akkor azért az nincs az annyira messze. Csak nagy a forgalom, az a baj. Na hát azt tudjuk, igen. A fehérvári dugók. A fehérvári dugó, a pesti dugó, igen. És mit tanulsz még Ágedű mellett? Mi az, amit szeretsz? Balettetek és festészetre járok. Ó, mama, te letömött azért szakkörre rendesen. Balett, festészet, hegedű, zseni leszel? Vagy zseni leszel, kislányom, ha akarod. Hanem, de azért marad idő egy picit játszani is, nem? Igen. A balett és a rajzszakkör között azért egy picit tudsz játszani. Mama szigorú? Nem. Nem? Ő is balettozott, vagy ő is zenélt gyerekkorában? Nem. Nem? Uh-huh. Rajtad éli ki a vágyait. Igen, és mivel szorakozol délutánonként? Korongozol? Tűzomácot készítesz? Csak úgy, mert élvezed? Bach menüetteket játszom zongorában, mert most még azt is kell tanulnom. Figyelj, Hanna, drága, kivel szeretnél játszani? A Janival. Janival, nem, áll, ha legyőzlek, akkor én leszek megint a izé. Jaj, ne legyél álságos. Na, jó, nem izé. Baj. Betalál a kicsi. Ez a beszél. Miért pont a Janit választottad? Mert nem tudom, csak úgy. Mert én is olyan művész lélek vagyok, mint van. Olyan cuki, mint te. Mondd, hogy azért, mert megsajnáltam, az egy jó válasz. Igen, mert súlyban én állok legközelebb a balettosokhoz. Igen. Na figyelj, Anna, mehetünk? Persze. Legyél ügyes. Jó, 3-2-1, tessék. Hanna, és ez egy zenei általános iskola, amiben jársz? Ez egy művészeti iskola. Művészeti iskola. Elszabad árulni a nevét? A Kodály Zoltán általános iskolában. De jól hangzik. És van a külön ilyen szakok, hogy balett? Hegedű? Az külön van az iskola után. Ilyen szakkör? Szakkör jelleggel? Igen. Hanna drága! Jaj, hát kimondtad. Nem igaz. Jani bácsi ilyen mészáros. Jani bácsi ilyen kenyelmes. Egy csak kérdést akartam feltenni. Akartál kérdezni? Igen. Mit akartál kérdezni? Hát, hogy amikor még kicsike volt, akkor milyen tanuló volt, meg hogy... Hanyagoljuk ezt. Igen, milyen hangszeren játszom. Meg hogy mi a kedvenc édessége. Húha, hát úristen, figyelj. Kimegyek, ha ezt elkezdi sorolni. A krémes, a jó krémes, az mindig jöhet. És nagyon jó tanuló volt. Így te is van. Tanulj jól, drágám. Nem hülye, csak gyerek. Igen. Ja, igen. Én szoktam mondani. Igen. Igen. Nem lehet már félrevezetni. Nagyon szeretem a hattyúktavát, és játszok fésen és saján papír. Odaértetek közben, Hanna? Igen. Odaértetek. Na jó van, hát akkor szép iskolát neked. Köszönöm. Jó. Puszi neked. Sziasztok. Milyen bátor kis csaj volt, nem? Nagyon helyes volt. Nagyon kis bátor volt, így van. Na jó, van 2 perc, van 7 óra, ha van friss közlekedés, írjetek, küldjetek el, mi pedig jövünk vissza, jönnek ma az X-faktorosok hozzánk, gyerekek. Tényleg. Itt lesz velünk Bio Gabi. A kis időre. Visszahívtuk még a mi drága Gabinkat, hogy még egy kicsit idő is hadd szerepeljem. És arról beszélünk majd a hírek után, hogy egy weboldal összeszedte a világ legrövidebb házasságait. Próbáljuk Magyarországon megtalálni a világ legrövidebb házasságát, ha volt ilyen. Úgyhogy gondoljátok át, meddig voltatok férnél, feleségnél, miért szakítottatok, és mi volt a legrövidebb? Ezt keressük. Jó? Aki bebizonyítja, hogy jövő volt a legrövidebb, kap tőlünk ajándékcsomagot. De kamuzi nem ér. És várjuk a történetet is, hogy mi történt. Úgyhogy a legrövidebb házasságokat keressük majd a 7-es hírek után. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello! És holnap kitelepülünk, újra elindulunk, méghozzá az Euronix áruház elé megyünk majd, és rengeteg ajándékkal, játékkal, nyereménnyel készülünk. Aki eljön és bekerül a játékba, ugye nyilván nem tud mindenki, az biztos, hogy nem távozik üres kézzel, rengeteg félefajta játékunk van, és rengeteg nyereményt lehet majd nálunk nyerni. Nagy értékű nyeremény. Nagy értékű nyeremények kell kisebb is, de az is nagy, úgyhogy igen. Tényleg tök jó lesz. Gyertek ki, Budaörs!
Budaörs, Budaörs, az Euronix áruház előtt leszünk holnap. Mi pedig, ahogy hallom, hát lebeszélhetetlenül és kérlehetetlenül. János jön hozzám ma, úgyhogy ezt nem tudom megakadályozni. Nem. Ma kertben alszik nálam sátorra. Utolsó vissza nem térő alkalom. Én Balázséknak fogok ma csövezni. Igen. A hátsó kertben nem lesz semféle gond. Minden cuccom vízhatlan, minden cuccom meleg. Kellemes vendéglátásban lesz részem, mert Balázs ígért, hogy ad például vizet is. És ha egy kedves hallgatók megírtak a katonai fejedakhoz, ráadásul nem is kell meleg víz, tehát elég be fogom érni egy liter hideg vizet. Szívesen adok, úgy, így van. Este 10-kor csinálunk egy élő bejelentkezést, jó? Egyértelmű. Mert hogy úgyis elmaradtam a napi posztokkal már szerintem 5 napja. Hajcsizás előtt. Hát, hogy 5 napja vagy 6 napja. Úgyhogy alvás előtt akkor egy élő bejelentkezés. Este 10-re gyertek akkor, jó? A Facebook oldalra, és akkor ott csinálunk egy bejelentkezést. A Sebestyén Balázs official. Nem az un official-re. Tehát oda ne gyertek. Egy élő bejelentkezés a Sebestyén Rancsról. lesz egy élő bejelentkezés, kimegyek 10 óra, akkor megnézem, hogy János. Hát ha milyen idő lesz, így kidugja a telefont az ajtón, és vissza, kész. Két személyes a sátor, tehát akár maradhatsz is. De szeretnéd. Hát egy kicsit ott viszek majd egy gitárt, és akkor ott énekelgetünk. Tényleg. Dalolunk valamit. Kicsit egy kis kisztáboros film. A bőrte, jó, valamit majd. Nem az átallásos. Ja. Borom van, úgyhogy abból jó leszek. Az nagyon jó. Az még. Ebben vagy már. Figyeljétek, János azt mondta, hogy ugye nem akar holnap sokat utazni, ezért átja hozzám is ott alszik. Én mondtam, hogy a házban nem, viszont kint a kertben igen, úgyhogy magára vessen az, aki nálam akar vendégeskedni. János jön. Jön, 6 óra, 7 órakor megérkezik a kis Tesco szatyraival, felállítja a sátrat, meggyújtjuk a tüzet, sütögetsz ott szépen, én addig leteszem a gyerekeket, és akkor 10 órakor meglátogatok. Figyelj, én nagyon régen nem sátraztam, nem túráztam be, illetve túrázni igen, de sátrazni nem sátraztam, a gyerek inkább a konformistább vonalat képviseli. Remélem, hogy később is ráfűz erre a nomád vonulatra, úgyhogy én nagyon örülök a lehetőségnek. Szép ápolt kert, azt gondolom, hogy elég magas kerítés is, nem fognak megzavarni, legfeljebb, hogy talán a sátornak a tartottuk köteleit elrághatja egy-két mennyit, de körülbelül ennyi veszély. Nem fog senki, meg hogy bekapcsolod az esőztetőt, de remélem, hogy kikapcsoltátok már, mert hogy így indokolatlan a működés. Hát gondolkozom rajta, hogy még rád indítsam-e, vagy mikor indítsam. Van kamera is, csak mondom, tehát foglak tudni figyelni bentről, hogy nem pisilsz a tuja alá. Ezt nem ígérem. Tehát, hogy most mi, hogy miért hát ételhordó, ételhordó. Kis üveg. Egy literes üveg, ételhordó. A nagyobbnak ételhordó, a kisebbnek egy literes, üveg. Használ te ez acskó. Igen. Na, azt mondja, hogy gyorsan nézzük, mi a helyzet az utakon. Miért lepődik meg mindig egy csomó ember, ha a gyerek 7-kor már suliban van? Hatra a feleségem 7-re jár dolgozni, fiam fél hétkor már a bölcsiben, a lánya meg a suliban, pedig csak 8-tól van neki óra. Semmi sem tudunk mit tenni, és még sokan vannak így. Jó, van, neved magadra azért, mert megkérdeztük a játékost, hogy miért vagy iskolában, azért nem kell. Nem kell, túlzottan önérzetes kérdés, csak egy kérdés volt a játék felé, de köszönjük az SMS-t. Budai rakparta Mozaik utcától teljes hosszában áll, használhatatlan. Ezt Peti küldte nekünk. Valamint, igen, már a hajógyári szigetnél megáll, de az okát nem nagyon küldik a hallgatók, hogy miért. 51-es főúton a Taksonyi kereszteződésben van egy frontális ütközés, Budaörsi úgy gyorsabban halad, a lámpák nem működnek. Hát akkor lehet, ez egy jó megoldás lenne, hogy reggel kikapcsolnák a lámpákat. Bízzuk az autósokra a közlekedés, és láng megy. Igen. Azt mondja, hogy Egressi Nagy Lajos sarkán torlódás van, egy kocsit mentenek a villamos sínről, úgyhogy ott is dugóra kell számítani. Na, mit mondanak már, milyen időt lesz eső? Hát, igen. Tehát, hogyha valaki esőre számít, akkor biztatóak az előrejelzések. Imádni fogom, hogy ott fürdesz, majd tisztálkodsz az esőben. Figyelj! Kis szappanoddal a kis felsőtestedet, a suvickolod, habzol majd, és az esőben pedig lemosod. 18 órakor lesz egy esőcsúcs, tehát mikor érkezem, pont a sátor állításra. Igen. És utána már csak ilyen csendes simogatós lesz. Aha, jó, akkor majd lesz időm, meg lesz lehetőségem szárítkozni. Valahol. Balázs, ha már a kertben ágyazol meg, szerencsétlenek legalább egy lakókocsit szerez neki, ugyanitt lakókocsi bérlés. Miért? Úgy már értem. Rögtön mindenki rárepül a lehetőség, és egy biznisz szívmatol. Na, ugye mondtuk, hogy egy érdekes témával készültünk mára, mert hogy a házassággal már mi nagyon sokat foglalkoztunk, és
Kínunkban. A kínunkban így van, a megcsalással is, meg az esküvővel is, a lánykéréssel is, a válással is, a válás utáni zsarolásokkal is, szóval sok minden volt, de talán ez a téma még kimaradt, és egyébként érdekes, mert hogy egy weboldal összeszedte a világ legrövidebb házasságait. És annak próbálom majd utána járni, hogy Magyarországon kik voltak azok, és miért, akik nagyon hamar meggondolták magukat, és úgy érezték, akár néhány hét vagy néhány hónap után, hogy nagyon mellé nyúltak. Egyáltalán honnan tudod egy hét után, ha most nem egy nagyon durva megcsalásról van szó, hogy valószínű mellé nyúltál? Ugye? Mert hát ezért tételezzük fel, hogy nem mindig ezért ér véget egy házasság. Ki az, aki rájön, vagy hogy jöhet rá valaki egy hónap után, hogy úristen, ez annyira nem működik, hogy nekem azonnal el kell válni. Szerintem, ha nem laktatok előtte együtt. Igen. Az lehet, ugye, hogy a lakva ismeri meg az ember a másikat, hogy nagyon aranyosan eljárkáltatok ide-oda, kísérgeted a lányt, összejöttetek a családi vasárnapi ebédre. Lehet, hogy lesz hétvége is volt együtt, igen, de igen. Hát... Igen, de azért ott se úgy viselkedsz, mint otthon. Meg volt a házasság, összeköltöztök, és ott kiderül, hogy ott kiderül, azok liát nem rakja el. Így van, egy hét alatt azért már összegyűl de, a mosatlan a mosogatóban. Na de egy hét után még szereted, és egy hét után még azért szerelmes vagy. Tehát a lila köd, az ugye az még ott van igazából. Még akkor is, ha nem laktatok együtt. Tehát mi kell ahhoz tényleg, hogy emberek elváljanak? Akkor tévedés, hogyha azt mondod, hogy tévedés volt az összeházasodás. Hát. Nem lehet, hogy tényleg annyira idegesítő a másik. Igen, hogy rájössz egy-két hét után? Igen, inkább. A franc akarja. Mert nálunk nincsenek távol. Nagyon ilyen vegászi típusú esküvők, hogy elmész, és akkor hogyha félig benyomva, beszívva, vagy ilyen összeházasodok, aztán másnap meg elváltok. Na jó, de a pár hónap is durva. Nincsen. Tehát a pár hónap is durva, azt hiszem, hogy valaki két vagy három hónap után adta be a vállókeresetet, vagy fél év után döntött úgy, tehát most mi nyilván nem ilyen 24-48 órás időintervallumban gondolkodunk, de azért amikor három hónap után valaki elválik itt Magyarországon, hát azért az nem mondható sikeres házasság. Hát igen. Ezt írjátok meg nekünk, hogy mi vezetett idáig, ha esetleg így jártatok, és hogy történt a dolog, illetve mire jöttetek rá, és miért ábrándultatok ki a férjetekből, vagy a feleségetekből. Hát az első néhány évben, hónapban lehet mondani tényleg, hogy akkor még az ember a legjobb formáját igyekszik nyújtani mindenféle tekintetben. Akkor még nem labog a pukitól a papla. Akkor még nincs meg a puki bizalom. Igen, a puki bizalom az egy érdekes dolog, annak hónapok igen. kellenek, netán évek. Szóval a puki bizalom, ugye erről mi már sokat beszéltünk itt. A puki bizalom az egy nagyon intim dolog, de annak ki kell alakulnia. A sarokpontja szerintem egy kapcsolatnak. Ott válik el a májtól. Így van. Ott jössz rá, hogy valójában jól házasodtál, amikor a puki bizalom kialakul. Ha még nem várod meg, hogy kialakuljon, és nem mersz előtte durrangatni, és nincs meg a puki bizalom, akkor a fene meg olyan van, hogy el kell válnia. Hogy a puki bizalom már kialakul házasság előtt is? Tehát, ha mondjuk lehet, hogy ne, hát már egy kapcsolatban kialakulhat a puki együtt, bizalom. Akkor... Persze. Aha. A puki bizalom az egy nagyon fontos. Ha megvan a puki bizalom, akkor nyugodtan házasodhatsz? Nyugodtabban. Mindenféleképpen. Hát mi a házasság van. Az, ahol ott horgó gyomorral fordulsz balra-jobbra, és akkor itt kicsit lenyeled, visszafogod, és akkor ott feszít. Feszengve, görcsölve, alszol, érted. Kis kiflibe magadhoz húzod, ő nagy kiflibe átborul, és akkor is telen oda gyorsan. Alig várod, hogy kimenjen a szobából, és elvégezze a kis dolgát, és te közben, hogy kiürítesd magad. Biztos a macska volt. Aha. Nincs macska. Ja. Igen, hát az sokkal. A puki bizalom az nagyon. Hát legalább azt tessék megvárni. Na nézzünk egy-kettőt, hogy miért és hogy történt a világ legrövidebb házassága vagy házasságai. 2012-ben Dubájban néhány másodperccel a boldogító után kimondták a nemet, ugyanis a férfi a szomszédszobában már le is rendezte a válást. Tehát hozzáment, majd rájött, hogy tévedett, ugyanis egy félreértés volt az oka, mennyasszony apja azt feltételezte, vagy azt a feltételt szabta, hogy a lánya tartsa meg a munkáját a házasság után is. A vőlegény viszont ezt nem akarta, és azt hitte, hogy ez csak egy félreértés. Viszont a lány mondta, hogy ő ragaszkodik a munkájához, összeházasodtak is, átment a másik terembe, jelezte, hogy ő válni akar, azonnal is váltak. Szerintem elég gyors. Ez elég gyors. Ellentét van, nem tudunk együtt élni. Volt egy 4 napos házasság Nagy-Britániában, a férj féltékenysége vetett véget az esküvőnek, aki azzal vádolta a feleséget, hogy flörtölt a tanúval. Azért az is kemény. Aha. Azért az nagyon meleg. Semmit a véletlenre, hogyha ez igaz. A férfi annyira ideges lett, hogy nyakon harapta a mennyasszonyt, majd az összes ajándékot is tönkretette, és az asszony utólag bevallott, hogy túl gyorsan mentek oltál erre, nem gondolta, hogy így lesz vége a házasságnak. A férfi egyébként börtönbe került azért, mert nyakon harapta a mennyasszonyt. Sose bizonyosodott be, hogy flörtölte a mennyasszony a tanúval, vagy nem. És mindenesetre a házasság négy napig tartott. Van ilyen békítő tárgyalás? Mert egyébként ugye, ha hosszú ideig élsz együtt, szerintem akkor az nincs időhez kötve. Hát ugye akkor az van, hogy ilyen elsőfokú egyeztetés van, békítő tárgyalás, gondolják meg magukat a felek. Na most az 5 másodperces
dubai esküvő, vagy mi volt az előbb, amit említettél, hogy a négy napos után elkezdesz békítőre járni? A válási procedúra hosszabb ideig tart, mint maga a házasság. Igen, egy hónapokig tart, míg elváltok. Egyébként hosszabb, igen. Egy szaudi vőlegény is rájött egyébként. Ő a nász éjszakán döntött el, hogy visszalép. Egy dühös ex-bosszúja volt, kompromitáló képeket küldött a menyasszonyról, amit egyébként még az ex elkövetett el, és a drága ex elküldte a férnek, ami ugye nyilván nem tetszett neki, mielőtt elmélyült volna a kapcsolat, ők elváltak a nász éjszakán. Tehát viszonylag ez is egy 24 órás kapcsolat volt. 1967-ben történt a világ legrövidebb esküvője, amikor egy férfi holtan esett össze, a rögtön azután, hogy kimondta az igen. Szegény, jó az. Végülis ez a szerelem sírig tart. Ahogy szokták mondani. Igen. Ő kimondta, és abban a pillanatban meghalt. Na, keresjük akkor itthon. A legrövidebb házasságot most nem tényleg 48 órában gondolkodunk, de írjátok meg nekünk, vagy meséljétek el, hogy mikor jöttetek rá, hogy úristen, ez egy baromi nagy tévedés. És... mi volt az ébredés első fázisa, ugye ez a fontos, amikor rájöttél, hogy ő talán nem biztos, hogy az, mint amire számítottam, vagy nem olyan, mint amilyennek gondoltam. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen SMS-ek jönnek. Hogy mi volt itt a legrövidebb? Pár hónap valószínű, nem? Hát szerintem hetes is van. Hát azért csak jók vagyunk mi magyarok ebben, hát, is, nem, hogy már hónapokig kell ilyen húzni a dolgot. Simán lehet. És amikor mondjuk jártok együtt 2 évig, tételezzük fel, vagy a gyorsvállásnál az van, hogy rövid ideig jártatok együtt mindig? Nincs összefüggés szerintem. 2 évig érted, nem. Együtt jársz, összeházasod. És abban a pillanatban rájössz, hogy valami nem működik már, igen. Itt van egy hallgatónk. Erika, hello Erika, jó reggelt! Sziasztok! Erika, hello! Szia. Na, először az időt mondd, hogy meddig tartott. Másfél hónapig tartott a mi házasságunk. Másfél hónap. Előtte volt együttélés? Nem, semmi. Tehát te megláttad, és azt mondtad, hogy te kell lesz nekem. Nem, hát ez egy 10 hónapig, illetve 10,5 hónapig tartott az együttjárás, a házasság és a válás, úgyhogy kapupak. De ebből maga a házasság az 2,5 hónapig tartott? Igen. Na, meséld, hogy mire jöttél rá, vagy miért ebből? Az ex-e volt szerintem, az ex-férje. Igen. Ó, Istenem, pedig ez jó történet. Pedig ez jó történet. Addig egy SMS, csak hogy mit írnak a hallgatóink. Zalában szokás a lagziban a mennyasszony tánc következtében az új asszony elrablása. Még gyerekkoromban voltunk egy lagziban, ahonnan ellopták a mennyasszony, de nem hozták vissza, mint később kiderült, a rabló a csaj szeretője volt. Az ő házasságuk körülbelül 6 órát. Az is jó. És így várják, tudod. Hát ezek szépek, ezek a szokások. Hát ez a vacsorát csak megvárod, ugye csillagolás, de nem jön vissza. Itt van a hallgatók. Hello, Era, újra! Sziasztok! Na. Bocsánat, megszakadtunk. Szóval 2,5 hónap házasság után elváltál. Mi történt? Másfél hónap, pláne, bocsánat, mi történt? Hát nagyon egyszerű és banális oka volt az egésznek. Kiderült, hogy a drága exem az, hát meleg volt. Egyszerű és banális oka, hát, a férjem homoszexuális. De várj, hogy derült ki, vagy erre? Hogy jöttél rá, vagy hogy nem tudtad a házasság előtt? Hát a házasság előtt én nem akart soha semmit. Igazából úgy házasodtunk össze, hogy nem volt közöttünk. Nem történt meg az a dolog, ami ugye másodától meg tudott történni. Értem, egymással. Aha. De mit mondod, hogy majd, drágám, az esküvő után addig ne roncsuk igen, el? Igen, mindig azt mondta, hogy majd az esküvő után, szó szerint. És én még kérdeztem is annyit is, hogy ennek mi lehet az oka. És azt mondta, hogy szerint esetleg vallási okai lehetnek, másra nem tudom gondolni. Biztos egy morbon. Igen. Baptista, szerintem. De várj, ott volt a nász éjszaka, esküvő után. Igen, hát készültem is én egy szépen a nászétakára, tehát tényleg mindent megtettem. Mondjuk reggel 5-ig tartott az esküvőnk. Nagy lagzi volt? Eléggé nagy, igen. Nagy lagzi volt, aha. Sokan voltak, nagyon jól sikerült a lagzi, gyönyörű volt a ruhám is, minden jó volt, minden tökéletes volt. Itt még nem sejtettél semmit? Hát reggel, ugye mikor hazamentünk, akkor hát megpróbáltam egy kicsit közeledni felé. Mégis csak más éjszaka. Ő elment zuhanyozni, aztán 4 óra múlva még mindig zuhanyzott. Nem. Visszajött időben, azon nem volt semmi probléma, de azt mondta, hogy ne haragudj, drágám, én most nagyon fáradt vagyok, majd később. Itt se gyanakodtál, vagy itt se volt fura, hogy ha már a más éjszakán sem? Reggel 5 óra van, hát mondom, lehet, hogy fáradt, tehát akkor még megint nem esett le a fantusz, megmondom őszintén. De másnap este, amikor demarkációs vonalat húzott az ágyba, hogy az én felem, a másik az övé, de... Tehát a
közös együtt alvás az esküvő után ő húzott egy vonalat, hogy ez az ő részhez, meg igen, a te részhez. Igen, azt mondta, hogy ha lehetséges, megkérde, hogy még a kismiamat se dugjam át a másik felére. Azt a mindenit. Jézus. Igazán szimpatikus. Alkan felhívtad mamát. Mama, egy természetes. Valami nem stimmel, mama. Mama, segíts, gyere át. Az a baj, hogy akkor nem volt ennyire vicces. Most már nyilván tudok persze, rajtam. Persze, persze, nem, hát szörnyű lehetett. És hogy derült ki maga az, hogy ő meleg? Tehát, hogy nem vallotta be soha. Tehát az az igazság, hogy nem vallotta be, de tehát az egyéb jelekben, de hát azért mondjuk ez is azért eléggé ráutalójá volt. Az az igazság, hogy én megérdemeltem valamilyen szinten ezt a dolgot, és tanultam is belőle. Tehát azért azt tudni kell, hogy most akivel együtt vagyok párom, ő abszolút maximálisan férfi minden téren. De miért gondolt, hogy ezt megérdemelted, hogy miért érdemelted volna meg? Hogy... Azért, mert belementem egy olyan dologba, amit én már az esküvőt éreztem, hogy nem biztos, hogy ez annyira működni fog. Én mondjuk én szerettem volna fújni pár nappal az esküvő előtt, de akkor azt mondták, hogy hát nem kell, mert hát biztos, hogy minden mennyasszony el szokott bizonytalanodni. Tehát, hogy ne fújj le. Na, de ezt, amikor például bejelentetted, hogy válsz, akkor ezt megbeszéltétek? Vagy megkérdezted, hogy miért akarsz tőlem elválni? Tehát én akkor mondtam neki, amikor a második nap, bocsánat, amikor a második nap az esküvő után is azt mondta, hogy tehát akkor ott megpuszta, hogy ezt a demarkációs vonalat az ágyba, és ezt szó szerint vegyétek, egy vonalat húzott az ágyba, akkor én mondtam neki, hogy hát ez nem lesz jó. De mivel húzta azt a vonalat, tényleg, hogy olyan volt az ágyunknak a kialakítás, hogy két matrac volt az ágyba, és ugye oda behúzta a lefedőt, ugye betűrögette, hogy ott a letedőnek a beszélgetve. Az a vonal. Aha. Igen, és akkor azon túl én már, ha lehetséges, ne közelítsek. És mit mondod, hogy miért nem? Te nem kérdezted meg, hogy drágám, de házasok vagyunk. Hát kéne szexelni. De nem, tehát ő ezzel azt mondta, hogy neki gusztustalan. Tehát gusztustalan. Jézusom. Aha. És amikor aztán te bejelentett, hogy elválsz tőlem, mert mondta neki, drágám, ez így nem természetes, hát nincs semmiféle testiség, meg egyáltalán, akkor ő mit mondott? Oké, váljunk el? Nem, én azt mondtam, hogy kap két hetet, hogy összeszedje magát, és próbáljon meg férfiként viselkedni. És természetesen ezt a két hetet kikönyörögte igazából másfél hónapra, de én mondtam neki már, hogy két hét után beadom a vállópert, akkor ő neki hát fenyegetőzni, zsarolni, erőszakoskodni, tehát el akart ütni engem autóval, el akartak, úgyhogy mondta, nem akart, hogy beteg volt, ő nem meleg volt, atya úristen. És azt ő elárult, hogy neki ez az egész miért jó akkor? Tehát akkor miért vettél feleségül, hogyha ennyire... A szülei miatt. Aha. Ja, mert hogy a szülei akarták. Igen, aha. Mert nagyon-nagyon a szüleinek akart kedvezni, az apukája itt, meg anyika is egy elég befolyásos. Aha, és akkor ott akart meg, nekik akart megfelelni. Igen. Na jól van, Erika, hát akkor egyelőre te vezet igazából. Bár már jött olyan SMS, ahol két hétig tartott a házasság. Mert a kompromisszumot köthetek, és hívhatta a feleségét Lajosnak. Erika, de akkor most boldog vagy, és megtaláltad. Igen, szerencsére 14 éve egy boldog. Ja, azt hittem, hogy 14 éves. Kisgyerekünk van, úgyhogy. Igen, ez nem érő történet, tehát azóta mondom, már kisgyerekünk van, úgyhogy. Jól van. Köszi, hogy elmondtad nekünk. Köszönöm szépen, élek együtt. Köszönöm szépen. Ciao. Hello. Sziasztok. Szia. Hello. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy csokolózás se volt semmiféle testiség, tehát azért ez egy érdekes dolog, igen. Azt írjátok meg, hogy mi történne, csak az, hogy nekem egy hónapig, két hónapig, három hónapig, mert az nem sztori. Azt írjátok le nekünk SMS-ben, vagy írjátok, hogy hívjunk vissza benneteket, hogy miért váltatok el végül, miért volt ennyire hát, rövid idejű házasság, jó? Tehát ezt is tegyétek hozzá. De nagyon jók jönnek egyébként. Mellettünk lévő településen Andot John a menyecske tánc után a vőlegény elszökött a táncpénzzel. Csak kell ha jó az információnk, akkor jaj. Rulettezéshez kellett a pénz. Egy ismerősén vasodeszként dolgozott, Nászútra elvitte magával a kisvasútját. Nászútra. És romantikus vacsora után összeszerelte a kis játékát. És azzal játszott, vasutazott. A mennyasszony közölte vele, hogy éljen egyedül, és vasúttal aznap este hazautazott. Azért az is komoly. Na, várjuk tehát a legrövidebb házasságokat, ezt írjátok meg nekünk. Ha jártatok ilyen cipőben, jó, keressük meg, ki volt a legrövidebb ideig férnél, vagy kinek volt a legrövidebb ideig felesége. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Budakeszin iszonyatos a torlódás. Papi, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk ezt.
Pesti Budai alsó rakpart szintén halál, leginkább a budai egyébként, már a Mozaik utcától áll a dugó. Haraszti út kifelé 20 perce ülünk egy helybe. Tudja valaki az okát? Köszi, Martin. Mindenhol őrület van. Háromlábú a Podmanicki utcában, a Bajza utca közelében mérik a Dózsa út felé haladókat. András küldte nekünk. Csoda, hogy még egyáltalán ilyenkor való trafiznak, nem? Hát mert hova is, ugye? Mindenki lépésben halad mindenhol. De tényleg, tehát nem is nagyon értem. Na, rövid esküvőkről beszélgettünk, és hát volt egy hallgatónk, ő érdekes történetet mesélt, Erika ugye, aki elmondta, hogy férje vonalat húzott az ágyába, és hát nem volt semmiféle testiség, se csókolózás, majd kiderült, vagy legalábbis erre gyanakodott, hogy az ő férje meleg is el is kellett, hogy váljanak. De szegény nagyon hittan át éjszakába. Hát ugye augusztus 20-a is csak egyszer van egy évben hatalmas tűzijátéka, gondolom ő is arra várt, hogy hú, azt, apám, mi lesz itt? Mi lesz itt? Igen. Azt mondja, hogy családi ismerősnek szombaton volt az esküvője, majd nászút helyett már hétfőn látták a munkahelyén. Rákérdeztek, hogy mi történt. Kiderült, hogy a nász éjszakán már 3 hónapos terhes volt a felesége egy rendőrtől. Gyors esküvő. Egy rendőrtől. Igen. Na, aztán... Micsoda? A volt osztályfőnököm férjhez ment, utána még azon a héten a nászúton összevesztek 1 kiló banánon, már külön jöttek haza, és egy hét házasság után el is váltak. Figyelj, egy kiló, nyilván ahol voltak, ott nem volt 2 kiló banán. Összevesztek 1 kiló banán. Van, aki a táncpénzen veszik, össze valaki 1 kiló banán. Igen. Így van, Roli, hello Roli, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello, meddig tartott a házasságod? Hát körülbelül olyan 17 napig. 17 napig? Mi történt? Hát kérlek szépen az, hogy augusztusban megismertem a feleségemet, ugye előtte már ismertem mondjuk máshonnan, csak augusztusban volt az, hogy mi összeköltöztünk, december 11-ére megszereztük az időpontot, kimondtuk a boldogító igén, és december 28-án pedig hazaköltöztem. Az valóban nem sok, tehát az tényleg egy 17 nap, de miért költöztél el? Mert ugye ahogy leköltöztem hozzá, a drága édesanyja nagykéssel fenyegetett minket, meg elég sok olyan dolgot megcsinált, amit nem kellett volna neki. Mama nem kedvelt téged? Az elején kedvelt, utána már nem. Meg milyen elején? Tehát ebben a 17 napnak a 10. napjáig? Vagy hogy érted? Nem, hanem ugye augusztusban, amikor én leköltöztem, akkor még kedvelt, csak mikor megtudta, hogy házasság lesz, így onnantól kezdve nem kezdett kedvelni. Ja, hogy onnantól kezdve nem kedvelt. És lementél 11-én, kimondtátok a boldogítőgént, majd 12-én már késsel fenyegetett? Nem, már előtte is volt az a fenyegetés. Tehát azért mondom, hogy mikor ő megtudta, hogy nekünk lesz a esküvünk, ő már onnantól kezdve kezdte ezt a fenyegetést. De alapjában mivel volt a baja? Veled? Vagy a házassággal? Vagy veletek? Nem tudom. Elviszik az még a mai napig nem tudtam. Erre még a mai napig nem tudtam semmilyen választ kapni. És az nem volt opció, hogy ti elköltöztök onnan mondjuk, mert ha a lány szeret, akkor nyilván azt mondja, hogy mama, drága, tessék eltenni a konyhakés, majd nem tudom, kenyérszeletelésre, akkor mi elmegyünk innen. Nem volt semmilyen, megmondom neked egy őszintén, mert ugye direkt ott laktunk, hogy most beszállunk a költségekbe, meg mindenbe. És nem tetszett neki. És elüldözött egy késsel. Nem csak egy, hát nem az, hogy elüldözött, hanem én fáradtam abba bele, hogy ugye mentünk volna a rendezvényre is, vittük volna a süteményt és a tárcasüteményt, kivette a kezemből. Aha. Tehát voltak ilyen apróságok. Már mi az, hogy kivette a süteményt a kezedből, ezt nem értem, mint mi. Nem kivette, hanem kiverte. Ja, kiverte, azért ja. Kivette. Már pedig ezt mama. Nem viszed el. Adi, de arra, hogy aztán ki is tartott. Igen, aztán ki is tartott a torkot. Az öreg ninja. Na jó, hát megértem, hogy ezt egyébként hosszú ideig az ember nem bírja. Igen. Azóta találtál más, Roli? Így van, azóta boldog házasságban élek, hál' Istennek. 3 gyönyörű gyermeket szült nekem a mostani feleségem. És az anyját is kedveled. Ő neki nincsen édesanyja, meghalt sajnos betegségbe, de viszont apusommal nagyon jóban vagyunk. Nagyon. Na, akkor az élet kárpótolt. Oké, okay, köszi, van. Hogy elmondtad, ciao. Nagyon szívesen, hello, ciao, hello. Na, jött még egy-két SMS a legrövidebb házasság témában. Azt mondja, hogy várjál, kicsit vagy a gépen. Olyan esküvőn voltunk, hogy úgy kellett őrizni a vőlegényt, hogy meg ne szökjön a szeretőjével, már babát vártak. Azért volt megtartva a lagzi, mert ki volt fizetve. Mert az mennyasszony még nem tudott semmiről. És a srácnak szeretője volt babával. Aha! Igen. Szép. A hozományon lett az összevesztés, egy ilyen lagzim voltam, a feleség összeverte a férjét. Szombat esküvő, hétfő már beadták a vállalat. Az igen. A nővel. Igen. És a nőverte a gyönyörűen. A hozományon. Kicsi, mennyi volt a bödönben? Mennyi azt mondja, nem annyi. Atya úristen.
Osztón szombaton esküvő, éjszaka kiderült, hogy a mennyasszonynak szeretője van. A jóakarók természetesen megsúgták, a vőlegény rákérdezett, mennyasszony nem tagadta. Hétfőn már is készültek a válásra. És ilyenkor azt gondolja mondjuk a nő vagy a férfi, hogy azért csak hozzá megyek, hát mégis rendes ember, majd ő eltart, de a szeretőt megtartom? Mert hogy sok ilyen szeretős van. Nem tudom. És ilyenkor az ajándékokat? Az már sok az a ki lesz a turmixként? Hát meg akik adják, hát hogy azért arra adod, hogy mit tudom, érted, holtomiglan, holtodiglan, amíg a ásokapa el nem választ, te veszel nekik valamit, aztán kiderül, hogy másnap elválnak. Ezért kell készpénzt kérni a lagzit, az könnyen osztható a helyszínen. A vőlegényt elvitte éjszaka a rendőrség, a lány hétfőn be a taváló, persze. Ezt is SMS-ben kaptuk. Na jó, van, köszönjük szépen az SMS-eket, játszunk, már itt is van a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vassítjellán, mime? Aki válaszol. Halló, jó reggel. Sziasztok. Szia. Hello. Hello, hello Rena, honnan hívtál minket? Ugyanonnan, ahonnan a karácsonyi műsorban. Hát, emlékszünk minden egyes hallgatóra. Bocsánat, hogy ez így nincs a fejemben hirtelen. Leányváról, és most Szent Ivánon dolgozott. Hol dolgozott? Leányvár, Szent Iván. Igen. Igen, Leányvár. És mit csinálsz, mit dolgozol? Autóiparnak gyártunk. Még mindig ugyanaz, mint karácsonykor. Igen, és igazságtalanok voltatok karácsonykor, mert mindenkinek adtatok ajándékcsomagot, csak nekem nem. Ez hosszú beszélgetés lesz. Nagyot is kell, ez hosszú lesz. Mi történt, Rena? Mondd el, légy cím. Hát ugye, mikor tartottátok ezt a karácsonyi műsort szeptemberben, igen, akkor játszottunk a fekete-fehér igen-nembe. És? És ugye vesztettem, de fél percig bírtam, és aznap mindenkinek adtatok ajándékot, még akkor is, hogyha nem tudta a választ. És te nem kaptál. És én nem kaptam. Hát valahogy nem hatott még meg ez a történet, de dolgozom rajta. Igen, én. Én dolgozom rajta. Rena, hát akkor látod, de közben esélyt kapsz arra, hogy igen, újra bekerüljél az adásba. Igen. Igen, ez oda kis neki. Na látod. Na, akkor minden rendben. Biztos, én nem emlékszem már arra a játékra, hát nem tudom, hogy mi volt annak az oka, de hát egy kikapott játék után azért nem biztos, hogy feltétlenül mindenki kap ajándékcsomagot, még akkor sem, ha utána a következő játékban már kap. Én emlékszem, Balázs hetekig nyüstölt a Ferit, hogy de küldjünk neki rá. Én meg sem mondtam, hogy nem. Igen. Én mondtam, én rátok bízom, srácok, én küldem. És ez ekkora tüske marad benned? Igen. Igen? És igen, akkor most újra megpróbálod. Igen. Mi van, most se kapsz? Akkor hát nem tudom. Akkor nagyon leszek keseredve, de nem. Attól még foglak hallgatni titeket, ha nagyon szeretek. De aranyos vagy, köszönjük szépen. Na, melyik legyen, szólásmondás vagy ország? Ország. Ország legyen? Jó, figyelj, indítjuk az órát, jó? Hallgass meg, hogy mi az ország. Gastronif. Na, hát ez nem nehéz. Nagyon egyszerű. Mutatom még egyszer, figyelj. Gastronif. 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 Mi az ország? Nif. Gászron Nif. Nem mondanám többször. Na, letelik az idő, mondj valami. Szingapur. Gászron Nif, Szingapur, Gászron Nif, Szingapur. Gászron Nif. Most ez... Az visszafele pedig... Gászron Nif, Finnország. Finnország, hát Gászron Nif, persze, Finnország. Basszusra. Hát az. Hát akkor egyelőre 2-0. Ajajajajaj. Húha, most mi lesz? Kihúztuk a gyufát. Ilyen nehezett föladni. Pedig nem is volt annyira nehéz. Nem, csak egyáltalán. Telefonban nagyon rossz. Igen. A telefonban nem úgy hallja az ember. Hát akkor megint várni kell a legközelebbre. Jól van, nem baj. Jó? Valamikor, jó, ha még lesz. Siess, november közepéig van csak idő. Oké, okay, rá. Puszi. Szia. Ciao. Hello. Hello. Hello, hello. Vannak, akiknek az a karmai, egyszerűen nem tudnak ajándékcsomagot nyerni, és bármit csinálnak, egyszerűen ez nem fog menni. Nem? Hát most ezt mindenféle rosszul mondom. Igen, de tényleg annyira nem, könnyű tényleg volt, tehát, hogy... Ez nagyon, nagyon könnyű volt, igen. Igen. 6 perc, pontosan 8 óra. Bio Gabi jön hozzá, gyerekek, amit drága Gabi. De Gabi, elég láttuk már. Biztos készül, kis kencékkel. Azért már nagyon ilyes vagyok, bármit adanak, nagyon fogok örülni, mert nagyon ilyes vagyok. Igen. Mi lehet vele? Majd elmondja.
biztos a román gyúrta. Gondolom, hogy nyári táborok, tudod, hát, a lélek és a test megtisztítása. Úgy van. Nem tudjuk, hogy az fontos, hogy az öltözködése az fejlődött-e tovább, mert ugye az utolsó időszakban már elkezdett modernül hát öltözködni. Igen, meglátjuk. Vele folytatjuk a 8 órás hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. Öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs. Nyolc óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Hát borongós az idő, és hideg is van. Aztán állítólag már jövő héten ez az egész egy kicsit jobb lesz. Minden esetre most 6-8 fok körül van, a kékesen havazott. És péntekre már jobb időt mondanak. Ez azért is fontos, mert hogy Euronix-es kitelepülésünk van, ugye? Méghozzá holnap Budaörsön. Ott vagyunk az Euronix áruház előtt, az üveg stúdiónkat ott állítjuk majd föl, és rengeteg nyereményt lehet majd nyerni. Eső nem lesz reggel, kicsit hűvös, illetve bocs, hideg, tehát öltözzetek jól föl, de talán az ajándékok kárpótolnak mindenkit. Egy nagy kérésem van, nincs ismétlés a Jani ott alvásában, tehát hogy jövő héten jó idő lesz. Nem, ez most. Itt a vége. Jó, itt a vége, nem, most alszik nálam a János. Így van, lefoglaltam a sátor helyet, értem. Kifizettem. Nagy köszönöm szépen. Igen. János ma este nálam alszik, élő bejelentkezést csinálunk majd este 10 óra környékén, mikor sikerült letenni a, a gyerekeket. Óriási kerti parti lesz, igen, mert mondta, hogy ő nem akar sokat utazni, úgyhogy felajánlottam neki alatt a kertben. Ő ezt komolyan vette, úgyhogy ma este a kertben alszik nálam. Nagyon jó. Be nem jön a házba, az no-go zóna. Oda nem jöhet. Nem hiányzik a teregetés, rendrakás, kényszeres pakolás, de kint a kert, az egész kert a tiéd ma este. Almasütés, vízes fűen, hasoncsúszás. Jól fogod érezni magad reggel, én foglak majd ébreszteni reggel. 5 óra körül felkeltelek. Meglepődj. Igen, lehet ez a te engem. Bali, indulj már. 5 perc múlva hat, azért annyira nincs közel Budaörs. El kéne indulni. Úgyhogy este beszámolunk arról, hogy mi is történt. Na, többen kérdezitek, mi ez a dal? Hát ez a dal, ez az új Robbie Williams. Én nem tudom, ez az orosz beütés most nála. Vagy ellátogatott esetleg Moszkvába, vagy Putyin felé. De hogy egy ilyen Party Like a Russian című remekbe szabott kis orosz dalocskával turbosított Robbie. Lehet hiányban szenved. Igen, meg hozhatna már basszus valami gyorsabb dal. Tehát nem hiszem el, hogy mindig csak ezek a középtempós dalok dominálnak nála. Mostanában nem tudom. Így ez a, amit a megházasodott, meg gyerek, meg mit tudom, benőtt a fél lágy, az ott így... Igen, az ott a picit ihlet hiányban szemben. Hiányolom a régi Robit. Trafiznak a Budafoki úton a Telekom előtt Budafok felé, baleset van a 73-as főúton, Csopak előtt szakad az eső, csúszik az út, úgyhogy vigyázzon mindenki. Budai alsó rakpart nagyon lassú, a Mozaik utcánál áll már a sor, a Pesti sem jobb, átnézek, de nem vágyom oda át. Írt egy hallgató. Veszprém és Balatonfület között a Nosztorin baleset történt, köszönjük ezt is, és az M6-os 84-es kilométernél szintén fotóznak, úgyhogy vigyázzatok. Haraszti út kifelé áldogál, 20 perce ül mindenki egy helyben, tudjuk-e az okát? Hát az okát nem, de lehet, hogy az eső az oka, nem? Valószínűleg. Mindenhol dugó van. Hát, van net? Működik? Most megy. Nálunk az megy? Működik? Nálam nem volt. Tübörög.
Remélem, hogy este is majd a sátorba. Felétek van térerő, ugye? Felejtsd el a wifi, mert nem kapsz wifi jelszót. Nem fogod lefoglalni az XNXX, meg a PortTube, meg a nem tudom milyen tyúbokra a belépést a wifi-re, tehát nem lesz wifi. Nincs. Ha nagyon-nagyon-nagyon megígéred, hogy nem töltesz le felnőtt tartalmakat, akkor adok neked wifi-t, de igazából azt ki kell érdemelni. Tehát megnézem, hogy viselkedsz ott a kertben, és ha jól viselkedsz, akkor kapsz wifi-t. Ha van is Pecko neve? Sajátod egy kis köcsög vagy valami. Beszélgess inkább, azt a hálózatot az keresd. Igen, az ismerős jó, ez jó geng. Azt a hálózatot keresd, az a neve. Na, gyerekek, hát egy régi vendég jött el hozzánk újra. Régi, hosszú-hosszú hetek, hónapok után. Gabi, hello! Gabi, jó reggel! Bio Gabi, jó reggel! Itt is, egészségben. Igen, látjuk rajta, hogy jól nézel ki. De ti is. Új frizura. Ti is jól néztek ki. Kipihenve, kisimulva. Már vártam, hogy találkozzunk, meg a hallgatókkal is találkozzak, mert elég sok levél volt, megkeresés volt, hogy hallható lesz-e még az elmentes övezet, vagy végleg kinyírtak engem, vagy mi történt. Figyelj, ha valami érdeklődés irányodba, akár kontaktot kérnek, akár kérdezni szeretnének tőled valamit, és mi kapjuk meg még a levelet a webmailünkre, azokat rögtön továbbítjuk. Köszönjük. Tehát, hogy csak válaszolj el is rájuk. Jó, rendben. Köszönöm. Gondoltuk erre kicsit, hogy még visszahívunk. Persze. Van nyoma azért a műsornak, sőt, mély nyomot hagytunk, remélem pozitív értelemben. Mi ez a Talpi Farmer cucc? Megint 100 fok Celsius lázban ész? Vagy esetleg a légszaszponzorod? Nézzétek, az öltönyzakomat már nem merem fölvenni, mert megszóljátok, bármit veszek föl, megszóljátok. Úgy döntöttem a legbiztonságosabb, hogyha egy farmer nadrághoz egy farmer fősőt veszek, és ez modern, és szerintem vagy nem? Ez modern is. De, alapjában az végül is a gyöngyház. Hozzám nem illik az a fajta modernség szerintem, mint mondjuk a Balázshoz. Az hozzánk én sem. Más, én más típusú, ember vagyok, máshogy öltözködöm, de szerintem azért változtam, igen, remélem, hogy nem káromra, javamra. És hát barátaim, ismerősém, kollégáim, fejlesztőtársaim is adnak szaktanácsokat, hogy figyelj, Gabi, ezt szerintem most azonnal vedd le. Ezt egy kedves barátom pedig azonnal elkért az egyik kabátomat, és már nem is adta vissza. Tehát azt mondta, hogy ezt többet nem veszed föl, adok egy másikat, vagy elmegyünk venni, stb. Úgyhogy vannak izgalmas helyzetek. Bevallom, hogy az elmúlt 40 évenben nem foglalkoztam igazán sokat a ruhadivatokkal, és most egy kicsit fel kellett fejlődni a józanság határáig. Kértek rólad egy képet, mindjárt kiraklak az Instára. Jó, megkértek rólad. Képet kérünk. Képet kérünk Bio Gabiról az Instagram oldalunkon mindjárt kint. Full Texas. Na mit szól, csak egy mondat erejéig a párizsi és virsli törvényhez. Most már úgy néz ki, hogy hús is lesz benne. Na, örülünk? Örülök neki, mintha hájjal kenegetnének, mondhatnám ténylegesen. Igen, biohájjal, megahájjal. Most már elértük az 50%-ot, de nem akarok cinikus vagy ironikus lenni. Örülök neki, pozitív fejlemény, és csak így tovább. Vizsgáljuk meg a hírt, milyen pozitív. Igen. Nem, most már 50% hús lesz a virsliben. Kérdezem én, mi volt eddig? Csapjunk a levegőbe, jó, de jó, de hát tudtuk igen. Azért, hogy a virsli meg a párizsi az nagyjából mit csörköröm. Hogy olyan világban élünk, de hát azért az... Igen. Mi volt olyan világban élünk, ahol a minimumot tudják megszabni, hogy mi alá nem mehetsz. És innentől kezdve a gyártó eldöntheti, hogy ő, hát nem áll meg az 50%-os színhús tartalmánál, hanem akár 60-80%-os pulykahúst is beletesz egy felvágottba. Tehát itt a minimumot fixálták. Örülök, hozzáteszem, eddig is rá volt írva a hústermékekre, hogy hány százalék színhús van benne, tehát mindenki ellenőrizhette. Most már tudjuk, hogy ha nem is nézünk a címkére, akkor is minimum, ugye, mennyi van benne. Ez pozitív. Ez jó. Na, és akkor mit hoztál nekünk? Várj, milyen volt a tábor? Jó voltál? Táboroztál nagyokat? Számháborúztál? Játszottál? Igen. Kuszkusz köles kvíz kérdésekre válaszoltál? Éjfélkor, zászlófigyelés. Álltál-e őrségben? Mi volt? Hajnali futások, zöld turmix, utána, igen, köleskása. A zöld turmix befelé vagy kifelé a futásnál? Egy nagyobb hajdinakása után zöld turmix kifelé. Igen, előadások, kezelések, vízterápiák, hát ezeket tudjátok, beszéltem róla, agyakterápiák, faszenes kúrák. Na, ne ostorozd magad. Persze, én nem mondom, hogy faszén, most miért kell és különböző hidroterápiák. Úgyhogy abszolút, én azt gondolom, hogy aki ezeken részt vett, az nem ment haza úgy, ahogy eljött. Egy más azt nem tudjuk, hogy hogy de van. Más emberként ment haza. Ugye a cél az, ugye mi nem gyógyítunk, ezt szoktuk is mondani, sőt,
hogy az orvos sem gyógyít kvázi, hanem a szervezetnek elősegítjük a gyógyulási folyamatait. Hát én a táborokban az egészséges táplálkozásért feleltem. Elképzelhetitek, hogy ugye minden étkezéskor kimentem a, hát a színre, és elmondtam, hogy mit esznek éppen az emberek, és ők meghallgatták, hogy éppen hogy készült, milyen technikával. És eltolták maguktól. Mondtottak egy jó konzervát. És mi az előnye? Tehát miközben az emberek ettek, ez egy kuriózum volt, a közben megtudhatták, hogy pontosan mit esznek, hogy készült, mi az, ami benne van, mi az, ami nincs benne, és hogyan fog ez hatni a szervezetükre a délelőtt, délután folyamán. Mi kivarákattam erre ezekre a zöld turmixokra, nagyon spenót levelek mindig között ébredek. Mutatós. Viki is, meg a turmix is, tehát hogy így hozza reggelnek, és megkérdeztem tőle, hogy mi van benne, és azt mondja, minden, amit otthon találok. Igen, konkrétan spenót levelet tesz bele, van egy olyan turmixgépe, ilyen kis hosszú vékony, alul összekeveri, összevágja, lecsatolod, és az mint egy ilyen kulacs, el tudod magaddal hozni. Spenótot tesz bele, uborkát tesz bele, mindenféle, mindenféle zöld dolgokat. Most már találtok a találtak az üzletekben is. Smutit? Milyen smutit? Smutit, igen, köszönöm angolosan. Azok jók? Jók. Vélhetően pasztőrözöttek, tehát már nem a nyers, hiszen különben nem tudnák ugye aszeptikusan sem tartósítani, de a smutik azok valóban jók. Különböző félék terjednek el, egyre inkább, úgyhogy fejlődik az üzlet, egyébként mármint az ipar is, és az üzletekben is felelhetők. Pont ha lesz lehetőség és idő, akkor erről is szeretnék beszélni, hogy mi változott az élelmiszeriparban. Tehát egy ilyen körképet, egy ilyen 2016 októberre körképet lehetne tartanunk, mert fejlesztések vannak. November lesz, aztán egy hétre lesz körkép. Figyelj, ezek van a nyári táborokon, a tartósított élelmiszereken kívül mit tiltottak még a paráználkodást? Na most csak, mert hogy nekem a táborokról mindig ez eszembe jutott, hogy vannak itt nagy összeborulások? Meg nagy, hogy hívják, lassúzunk hát a házi vizeni élet. Hát vagy okos, értelmes emberek hát jönnek. Hát az nem kizárók. Nyilván mi nem felelünk mások erkölcseiért, a tábornak van egy rendje, főleg a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Az, az hogy kinek milyen a magánélete, azt mindenkire rábízzuk, de vannak azért alapvető szabályok, nyilván, hogy ne bomlasszuk a rendet. Ne bomlasszuk a rendet. De táborra után csendben. De például a tábor tűz alatt hoztam fantasztikus muskotályos szőlőlevet, tehát nem bort, nem borral kocintottunk. Nem borral kocintottunk, hanem gyönyörű szép tábortűz mellett kiöntöttünk kis kupica fantasztikus ízű magyar kék szőlő mustot, és azt ittuk. De csak Otello. Egy decit fejenként, nehogy baj legyen, mi? Hát nem is tudott igazából sokkal, de ennek is hangulata volt, volt aki énekelni kezdett, volt aki, mármint nem azért, mert hanem egyszerűen valaki egy oporonggal leütötte. Ismerkedtünk egymással, tehát hangulatos volt, tehát abszolút okosan és józanul, igen. Na, a hangszer előkerült? Gitár, igen, az azt hiszem, hogy előbb. És egy cimbalom. Hát zongorát azt nem tudtunk kivinni, mert általában ugye akik jöttek, azok vagy hegedülnek, vagy zongoráznak, vagy gitároznak. Azért egy jóvonos négyesre bulizni. Na, se rossz. Na, és mit hoztál nekünk? Élelmiszer körkép? Ebből készültél ma? Igen, tekintettel arra, hogy viszonylag sokat foglalkoztunk ugye az élelmiszeriparral, és nézzétek, ha hiszitek, ha nem, mondjuk ezt inkább a kedves hallgatóknak mondom, mert ti tudjátok. Itt a harmadik évet zárjuk, évadot, a Klassz FM Morning Show-jában, ugye az elmentes övezetben. Utolsónak tűnik. Megértük ezt is, azt gondolom, és nagyon-nagyon jó. Viszont három év az három év a mai világban, és hát emlékeztek a legelső alkalomra. És korábban is előfordult, hogy jön ez, hogy három év az három év. Igen. A legelső alkalomra? Emlékeztek a legelső alkalomra, amikor azt hiszem Balázs, te hívtál föl, vagy Viki, és mondtátok, hogy be kéne jönni egy élelmiszeripari témában, és ugye onnantól indult lényegében az, hogy azt láttuk, hogy ez egy hallgatott adás, és lényegében akkor indult el maga az elmentes övezet. Nos, a legelső adásunkban azt mondtam, arról beszéltem, hogy milyen sok probléma van az élelmiszeriparban. Hát elég sok komment is jött, pozitív, negatív komment, ugye kaptunk leveleket, emlékszel Balázs, kőkemény leveleket kaptunk, úgyhogy izgalmas idők voltak azok, meg utána is. De változások vannak. Úgy érzem, részben változások vannak. Kíváncsiak vagytok-e arra, hogy ez milyen? Aj, tehát!
Hát, megtanulta a szakmát, hogy látod? Hogy elvezette ez a mindenségét neki? Hát lehet ilyenkor nemet mondani? Hát mit mondhatnánk? Hát komolyan mondom, tűködünk. Éreztem, hogy sokat beszélek, és ti szeretnétek szólni. Megkeményedett a golyó, mint ha, igen. Nekem eszembe jutott az első adás, hogy bizony elérzékenyültek. Megláttalak, és megkérdeztem Balázs, hogy ugye nem rokon? Igen, mert Balázsra meg is öleltük egymást, nem az első alkalommal. Igen, egy csomószor. Igen. Stb. Nos. Voltam egy ilyen spirituális választerapeutánál, képzeld, és kiderült, hogy az előző életemben te az öcsém voltál. Nem már! De! Nem, és hogy én most vicceljünk. Ez... Komolyan, tényleg? Igen, abszolút, ezt mondta. Jaj, ne. Tényleg? Szerintem ezt vágjuk meg ki az adásból, jó? Nem, tényleg, ezt mondta. Nem, és hogy ezért, büszke! És ezért, és azt mondta, hogy a kettőnk közötti kapcsolat ezzel magyarázható, nem, hogy nem én most segítettem neked ezzel, meg te hát, is nekem. Én nem hiszek ebben azért, ha mindegy. Nem hiszel ebben ezekben? Nem hiszek ebben. Na, abszolút nem. Egy élete van, de ez más kérdés, igen. Majd egyszer ezt is megbeszéljük. Szerintem tök kényelmes volna, ha több életünk volna, mert akkor nem kell felelősen gondolkodni. Most, hát akkor majd máskor csinálj. De mindegy, ez nem akarok vitát nyitni, csak az én személyes véleményem, hogy pont a felelősség tanít, hogy itt az életem, itt az egy élet, és ezt itt kell bizonyítanom, és itt kell valamit tennem. Ezt mondom én. Állandó okos kötkezőcsét. Láttátok ugyanolyan, mint én. Sose szereti, a másnak van igaza. Na, szóval, hogy milyen volt az első adás, ahhoz képest mi változott? Mit látsz, mi változott? Képzeljétek el, hogy én azt látom, hogy na most azok a termékek, amikről akkor beszéltünk, legyen az egy adalékolt terméket, cukrozott, egy, emlékeztek a bíbortetű festékanyagára. Szóval volt egy csomó dolog, egyébként a bíbortetű abszolút megmaradt, sőt kiemelkedett, mert természetes eredetű színanyagról beszélünk, és a mesterséget szinte eltörölték, alig van mesterséges anyag a forgalomban. Tehát az, amiről akkor beszéltem, hogy szintetikumok és egyebek, a mesterséges édesítőszerek reneszánszokat élik most is, és az a bizonyos bíbortetű festékanyaga. Viszont amit látok, a bíbortetű festékanyagát természetes alapanyagnak fogalmazni, hát végül az. Azért az rohadékság. Tehát azért megnézném, hogy jó hangzása van, nem? Kárminsa. Persze, jó hangzása van, de hát azért megnézném én azt a joghurt fogyasztót, aki azt gondolja, hogy akkor most itt az eper színezétől van ilyen szín, és aztán kiderül, hogy a bíbor tetűnek a nem tudom, a szétnyomott nedvétől van ilyen szín. Azért ugyanolyan, ugyanolyan mosolyogva venni el a joghurtot, mikor ráesz, hogy kicsi, milyen szép eper színe van. Nem, aranyom, egyél még egy kanállal, azt a bíbor tetű festette neked. És rá lenne írva így a fóliára, hogy igazi bíbor tetűvel. Ezt kézzed, de hányan vennék meg? Nem? Ugye eperjoghurtokra beszéltünk, hogy a szín sokszor a bíbortetű adja. Igen, igen. Azért azt látjátok, hogy a joghurtok egy részének a mérete az, hogy változott. Uh-huh. Gasztropszichológiáról beszéltem. Csökken. Na most meghagyják a tetejének ugye az átmérőjét, tehát szép alapja van a gombának, de már nincs az a régi joghurt, ugye, hogy egyenes a flakon, hanem szépen, ugye van egy nyaka, már itt nyernek egy pár millilitert, és szépen itt az alján már látjátok, hogy egy szinte 20 forintos, kvázi 20 forintos nagyságú alja van, és ez mindösszesen 125 gram. De hogyha négyet tesznek ugye egymás mellé, már négyesével veheted, stb. Gasztropszichológ. Legjobb példája, tegnap látunk, vettünk egy ilyen kekszet, egy ilyen kis kukiszt, és 9 darabnak kellett volna benne lennie elviekben, kibontottuk, és a középsőt, 3 darab ilyen kis tárolórész volt benne, a középsőt úgy csinálták meg, hogy abba egyel kevesebb fér csak bele. Okos. Megveszed a nagy csomagot, látod, úristen, mennyi van benne, kibontod, és kiderül, hogy a középsőbe csak fel annyi raktak bele a kekszből. Igen, továbbra is a félkész és a készételek világában élünk. Hoztam tiramisút nektek. Köszönöm szépen. Ebben azért látok elszámokat, de stabilizátorként cellulóz, karboximetilcellulóz, foszfátok, színezékként karotinok. Aroma, tiramisú összetett aroma van benne, ugye ez egy izgalmas dolog. De ebben van tartósítószer, hiszen ez egy hőre lágyuló csomagolás. Tehát lényeg az, hogy szerintem javul a piac, tehát nem kell elítélni mindig mindent, javul a piac. Gasztropszichológia, tehát értenek a lelkünkhöz, tudják, hogy mit keresünk, a mély színeket, tehát tudják, hogy mik a színpreferenciánk, stb. De a termékekből a mesterséges színezékek jó részét már kihagyták, egyébként ez egy több éves folyamat. Hoztam egy szézzársalát, a dressinget, ugye a glükóz fruktóz szirup, tehát magyarul a folyékony cukorszirup abszolút megmaradt, tojássárga, tejsavú, módosított keményítő cukor, természetes aromák, guar gumi és xantán gumi. Van. De jól hangzik. Ezek jó, nem? Tehát most jó. Ezek természetesen nem mondasz. Ezek most jók, tehát amiket olvastam, ezek a cukrot leszámítva lényegében mind-mind valamilyen növénynek az anyaga.
a bulvárgumi is, a xantángumi is. Nyilván nem minden körül neki, hogy jaj, hát én ezt nem akarom enni. Ezek ilyen gumiszerű anyagok, amik stabilizálják a terméket. Teljesen indifferens, teljesen közömbös anyagokról beszélünk. Tehát mondanám azt, hogy javul, és azért megvannak még a forgalomban a jobb és rosszabb minősége. Úgy fogalmaznám, hogy nem vonták ki a piacról a rosszat, kvázi a silányat, megmaradt. De van mellette jó. A fogyasztó abszolút döntéshelyzetbe került. Régen, de nem annyira volt ez jellemző. Tehát kapok egy olyan leves alapot. Gyors, jaj, leves, nem, mert alapot. A Feri megint elkezdi meggyújtani. Láttad a videót? Három hete a Feri mindenféle snackleves sport meg akar gyújtani, és megőrülök. Sport, kérlek szépen, belerakod egy kis tálkába, öngyújtó, és mint a tűzi játék a levespor elkezd. A 25-öt próbáltunk ki nekünk, mondjuk egy se csinálta. De itt az ó! Nem, csak a szünetbe. Csak a szünetbe. De hoztam magammal jót is, tehát azért a nagy cégek, és itt ugye megint az van, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy a nagy cégek jaj a multik. Nézzétek meg, hogy hoztam úgymond multiktól olyan gyors leves porokat, amikben egyetlen elszám nincsen. Gyakorlatilag, tehát lényegében, hát tény az, hogy mondjuk 350 forintért nem biztos, hogy vennék ilyet, de hogyha föl kéne sorolnom, hogy 23% szárított zöldség, petrezselyem, levél, zeller, stb. Jódozott csó, pálmazsír. Ez most egy ilyen zacskos levesre elemzelékben. Bocsánat, igen. Piros paprika, babérlevél, őrlemény. Szárított élesztőkivonat és aromák. Nincs benne ez szám gyakorlatilag, és ebből egy finom leves készíthető. Tehát majdnem azt mondom, hogy ebbe például nincs ízfokozó glutamát. Van, amiben van glutamát, de szintén természetes alapokkal bír. Még egyszer mondom, ha lehet, levest otthon csináljunk, teljesen természetes. Én csak egy picit azt szeretném most mondani, hogy örülök annak, hogy a fogyasztó döntéshelyzetbe kerül, és ha elolvassa a csomagolást, akkor igenis tud választani jó és rossz között. Én szerintem ez a lényeg. Nem mondom, hogy csak jó terméknek kell lenni a piacon, hanem a fogyasztó legyen döntéshelyzetben is. Ma, a mai Magyarországon azt gondolom, ha olyan terméket veszünk, ami csomagolt, van benne jelölés, tehát nem egy nyári fagylaltozóról beszélek, akkor a fogyasztó döntéshelyzetbe kerül, és ez hasznos. Tehát üzenni akarsz a tartós élelmiszer lobbynak, hogy most már elengedhetik a családtagjaidat. Így van. Engedjék szabad. Nézzétek, én élelmiszeripari mérnök vagyok, és lehet, hogy most egyesek azt mondják, hogy na, a Gábor is megalkudott, hanem biztos, ami van a háttérben, nincs semmi a háttérben, egyszerűen józanul kell élnünk. Én sem nagyon fogyasztok ilyen leveseket, de azt mondom, hogyha valaki elutazik két napra, vagy három napra, vagy wellnessbe, és nem tud levest főzni, akkor találhat olyan terméket, amit nyugodt szívvel megehet, mert tényleg nincs benne allergén anyag. Van a kép, hogy ülsz a wellnessbe, és a merülő forralóval csinálod magadnak a levest, Balázs. Én hallottam olyan idősebb műsorvezetőről, aki elutazott egy körútra, és ott nem ment le vacsorázni, mert plusz 3 euró lett volna vacsora, és a szobájában egy kis vízmelegítővel forralta a konzervet. Csak egy leverte, híres, a biztosítékot. Leverte a biztosítékot, egy híres műsor. Alacsony vezető, volt a napi díj. Tudnék mesélni. Na jó, szóval akkor jó irányba megyünk, ez jó a lényeg. Jó irányba megyünk, vannak izgalmas dolgok, és hát nem tudom, szabad elárulni a kedves hallgatóknak, hogy azért készülünk, Balázs, valamire. Majd elmondjuk, hogy... Na, még akkor, ha az már valóban szárba szökkentettük, akkor. Jó. Közös fotó? Nem ölelkezés és közös fotó, valamire készülünk, de ez még titok. Egy közös vízterápia. Közös újfürdő valahol, igen. Jól van. Kérdezik a hallgatók, azt mondd már meg nekünk, légy szíves, hogy mustól miért megy az ember hasa? Van erre magyarázat, vagy csak egyszerűen érzékenyebb az ember? A szőlő lében már nincsenek rostok, és gyorsan a gyomron áthalad, és a benne lévő gyümölcssavak gyorsan megindítják a folyamatokat. De a rendes szőlő létől miért nem megy az ilyen dobozostól? Hát azok általában cukrozottak, ott a cukor megfogja a rendszert. Aha. Abszolút, ugye? Ja. És a szőlőben, a szőlő lében lévő egyéb anyagok, amik a beleket ilyen mozgásra serkentik, azok meghajtanak. Van, aki egyébként a más gyümölcsétől, szilvától is azonnal megy a vécére. Aha. A gyümölcssavak és az egyéb rostok, vagy egyéb anyagok. Ezért ígyatok inkább bort. Tehát. Ez a megoldás, gyerekek. Egy jó pohár rozé, minden megold. Nekem elég. Átállt a másik oldalra, vigyázz. Képzeld, néha rozét iszom. Az nem baj, nem? Néha. Nem sokat. Nem minden nap, nem rendszeresen. Ezt rád bízom. Szóval, jó, elég szó, te tudod, feleségedben is gyerekeidet, te tudod. De csináljon, csak száguldj a szakadék felé. Na, én elmondtam, amit tudtam a tábortűz melletti mustfogyasztásról, utána az ezen igen, döntsön mindenki maga. Jó van, két hét múlva még vagyunk?
Persze. Ja, még vagyunk, akkor még csak október közepe van. Akkor még tudsz jönni. Tessék? Még kétszer tud jönni. Még kétszer tudsz jönni, Gabi. Mit szólsz? Jaj, de jó. Hallottad, mik történnek velünk közben? Figyeled az Éri? Igen, figyelek mindent. Igen, de én bízom abban, nem tudom, hogy szabad-e ilyet tenni, hogy okos emberek vannak Magyarországon. Hol? Ja. November 20 után önálló műsorod lesz a Klassz FM-en. Írj egy hallgató. Ez az, Gabi. Nézzétek, egy 2,5 milliós hallgatottságú műsort áthúzni csak úgy. Ez egy izgalmas dolog, de ebben én nem folyok bele. Egyszerűen nem észszerű dolog, semmilyen szinten, társadalomtudományi szinten sem egy ilyennek az abbahagyása, mivel társadalom nevelő szerepe van, illetve gondolom, hogy sok minden elhangzott, ami nekem is informatív volt. Most egy újat felépíteni, ez majd mindenki eldönti. Igen. És milyen jól beszélt. Köszönjük, milyen jól beszélt. És diplomás. Gabi, köszönjük, találkozunk. Én köszönöm, találkozunk. Sziasztok. 8:30 volt, pontosan 3 perccel. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, hogy tudjunk nektek segíteni, mi a helyzet az utakon. Írjátok meg SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Megyett 9 múlt pontosan 2 perccel, érezhetően gyorsult a forgalom, küldte nekünk valaki. Igen. Egy másikat adjunk AC/DC-től legközelebb, azt kéri egy hallgató, gyerekek, lehet. Ha, tegnap is ezt kérték, és ez egy másik volt a tegnapihoz képest. Igen, ez egy másik AC/DC-től, így van. Azt mondja, hogy végre egy normális szám, Bali már is betolt pár üveg rozét, kérdez egy hallgató. Nem fogyasztottam semmit. Nem, csak meghallgatta az úr az imákat, a mindennapi CD-szinket ad meg. Trafi az M86-os 88-as kilométernél a felüljáron Geri Golf 5-ös küldte nekünk, a 83-as út 63-as kilométernél a baleset 2 mentőfélpályás lezárású díszírta. Valamint a Feri a mustól azért fosnak, mert Isten így büntet, hogy nem várták meg, amíg bor lesz belőle. Így van, ezt ez a részét ismertem. Igen. De kíváncsi voltam a tudományosra. Igen, M2-es úton Trafi, ezúttal a Szendei Szerpentin végén a kanyarban érkezők szembesülnek a közlekedés biztonság egyéni értelmezésével. Balázsom, útkor elfejtettem, hogy a nejem kedvenc szelebje vagy. Hát nagyon kedves, köszönöm szépen. Nekem a kedvenc SMS-em a következő, én a sima szőlőlétől is fosok, Beatrix. Köszönjük az őszintességet, ülj előre. Igen. Na, már föltettem, mindjárt fölteszek a Facebookra egy sátras képet. Csak egy sátrat, hogy este 10 órakor érve bejelentkezés. Úgyhogy készüljél. Na, jó. Készüljél a nálam sátrazásra. Jó. Lesz. Lehet felétek kempingezni, ugye? Én nem fizetek utána a természetvédelmi terület, tehát hogy ott érted. Én nem fizetek utána az idegenforgalmi adót, az biztos. Tehát bárki bekopog, azt mondom, az öcsém, a rokonom. Igen, a rég nem látott, rég lenne a rokon, megérkezett. Mint Erne Lájék farkaséknál eljátszunk. Tehát... Idény munkás vagyok. A kertet tápolja, és nem akar sokat bejárni. Migráncsot bújtatok a kertben. Előállítanak engem, hogy migráncsok laknak a kertemben. Nincsen gondom a kvóta ellen. Már itt van egy. A kis sátorban ott lakik. Szóval János majd jön hozzám sátrazni. Ennyit tudtam neki felajánlani. Holnap ugye Euronix áruház. Előtt leszünk majd Budaörsön, és én közel lakom Budaörshez. János mondta, hogy nem akar sokat taxizni reggel. Mondta, hogy átjönne hozzám. Mondtam, hogy nové, no-go zóna a ház, de a kertbe lehet. Úgyhogy János bevállalta hátizsákkal. Dagadó kis, mi ez? Sajka, vagy mi ez, mit hozom? És no wifi felirattal érkezik majd hozzánk. Viszik mindent magammal, tehát hogy én gondoskodom a saját szórakoztatásomról, hogyha ezen múlik. Tehát, hogy persze hiszek abban, hogy egyébként nem lesz ez nagyon szívtelen is, hogy megajándékozol egy kis wifivel, ilyesmi, meg hozom majd ki, mit tudom, egy pohár rozét, vagy egy ilyenek, hogy Viki kijön, betakar, a gyerekek integetnek az ablakból, stb. Fél lábam. De akkor zsibbadni fog rendesen. Én is ettől tartok, de nem lesz gond. Figyelj, nekem megéri, ennyivel többet tudok majd aludni. Alkoholt ne adj neki, mert az ugye becsapás a hideg ellen, azt gondoljuk, hogy az fűt, de az a legnagyobb csapda, tehát ne így áll, mert akkor ott fogsz megfagyni. Reggel kész, és ott boxer alsóbot fekszek majd arcon. Én bátor vagyok, nagyon fázom, és még mindig nem fázom. Fél hatkor majd felvertlek, hogy azért ébredezzél, hogy induljunk, ott azért 3-4-kor el kell. Már szerintem ismerve téged, te már fél hatkor becsomagolva, sátor összehajtva, ott fogsz nagyon szűkébe toporogni. Induljunk már! Álmosan így kikóvájgok majd a teraszra 3-4-6-kor a kis kasmír köntösöm. A kasmír köntösöm. Kiállok majd a kis rasszos papucsommal. Van mindened? Biztos? Semmi nem kell? De figyelj, én annyira rákészültem eredetileg, alapból egyébként szinte minden van otthon, vagy volt otthon, ami egy jó kis túrázáshoz kell, tehát hogy nem volt, az investáltam is egy-két dologba.
Hát a sátor, azt tudjuk, mi a plusz még? Ja, vettem ceruzelemeket a magnóban. Nem, hogy hívják ott hiszen, kis rádió. Jó, halkan jó, a gyerek alszik fél tiszkó után, már nincs nagy hangos rádió. Sajnos ez nem tud hangosan szólni. Az a két watt nem fog felverni senkit. Csak halkan. Na, várlak, akkor majd írd meg, hánykor jössz. A fél hatályban ott vagyok, hogy még világosba verjen fel a sátor. Nem baj, nem sietsz. Jó, oké. Van egy hírem. Szeretném, hogyha véleményeznétek. Megjelent a világszenzáció a parfümiparban. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Na, az én azt hallom. Figyelj, de szerintem a tied. Na. Punci illatú parfümöt dobtak piacra. Aha. Atya úr, nem rossz. Németországban már lehet kapni, és én is ezen gondolkodtam, hogy A, ki használja, B, mire jó. Azt mondják, hogy a feromon felszabadítása miatt, uh-huh. ugye, hogyha a nő magára fújja, akkor hát erősebb lesz az érdeklődés irányába. Mennyi idő alatt ér ide egy csomag Németország? Átterítjük a jövő hétre, mert akkor befújhatnád a sátra. Tudtam, hogy ez lesz belőle. Csak ne legyen, aztán majd barna meddék kapja a sátra. Jönnek ott a feromonra a kis medvék. A kis törökbányati medvék. Igen. Érdekes, érdekes. Mert hogy ugye ez egyébként is ugye mindenkinek saját illata van, uh-huh. tehát a testnek van egy illata, így annak a résznek is, amiről most beszélünk. Tehát, hogy akkor próbáld el magadhoz igazítani. De ez nőknek kell? Jó, igen. Tehát kinek szól? Nem is értem. Nőknek? Nőknek kell, nő fújja magára, az van a használati utasításban, hogy nem lehet akárhova fújni, mert valami elváltozást okozhat, ha például szembe és szájba megy, ahogy így magadra fújja, hogy kézre szabad csak fújni, uh-huh. kézfejre, vagy ide a csuklóhoz, és olyan illatot bocsájt ki, amitől megőrül a férfi. Te durva. Szájfénynek nem jó? Hát, ez a férfi változata is megvolt, amikor ilyen tényleg ilyen feromonnal fújtad be magad, és azt mondták, hogy a nők majd tapadnak rá. Ja, úgy a férfi változata, már megijedtem, hogy volt már előzmény a dolognak, és ez nagyon sikerült volt. Igen, Mac parfüm. Nem, az volt, Ödemak, igen. Hogy ilyen feromonos parfümmel, ha befújod magad, akkor tapadnak rá a nők. Mindenki halomra vásárolta magát, egyáltalán nem működött, tehát semmi köze annak az illathoz, amit minden ember ugye kiválaszt, vagy minden ember, amilyen illatú, egyáltalán nem működött. Akkor most a nők fújják be magukat ezzel? Igen. Mennyibe kerül ezt, hogy írta a cikk? Nem írtam? Nem írta, azt, illetve annyit írtak csak, tehát pontos összeget nem tudok, hogy viszonylag borsos ára van a dolognak. Uh-huh. Hát ugye már maga meg, tehát hogy miből csinálják. Én ezért ezt is föltettem magamnak ezt a kérdést, mert tudjuk, hogy a parfümiparban egy csomó dolgot, ugye az ámbrát például, a ceteknek az ámbráját, ott lehalászák a tengerből, igen. azt használják, virágok, kivonat, olajok, ilyenek. Na, de a nuni illat honnan jön? Hát, ha Gábor most itt lenne, azt mondaná, hogy ő csak a természetes anyagokból készült. Hát, csak a természetes. A Gábornak ez ördögtől való. Tehát, ja, igen. Az biztos. Tehát ő ilyet nem vásárol. Befújott saját magad vele, és akkor elkezdenek özönleni a férfiak. Uh-huh. Hát rendeljünk egyet, hát próbáljuk ki. Hát rendeljünk így egyet, van. Ha lehet rendelni. Tessék? Én egy napig szívesen befújom magam. Tehát kipróbálom, hogy milyen. Aztán megnézzük, hogy mit vált ki. Jó, a hentesből, megvan a hivatalos honlap. Igen, csak. És az öltségesemből. Ne, hagyjatok! Igen, több távolságtartás, légy szint. Nagyon finom a dagadó, Balázs. Gyere, hátra megmutatom. Jól érzem, amit érzel? Balázs? Lajos, pakoljátok ki most már a halaspultot, jó? Nem, vendég van. Igen, rendeljünk egyet, nézzük meg. Jó. Nézzük meg, hogy, jó. hogy kiből vált kiadás. Befújjuk egyszerre az Annát, a Julit, meg engem, vagy téged, és akkor meg mind négy ember beszámol arról, hogy volt-e valami változás a környezetében. Uh-huh. Nagyon simán, jó. Simán rendeltünk egyet. Írja a nevét? Igen, Vulva Originál. Bocsánat. Vulva Originál? Ennyire fantáziátlanok nem lehet. Nézd meg. Atya úristen. Ez így hívják, tényleg. És ott a termék is. Jó, óriás. Akkor rendeljünk be egyet. És akkor egy ilyen közös tesztet végzünk. Igen. Mindenki befújja magát, és megnézzük, ez ma kiből mit vált ki. Jó? Jó. Megérkezik a termék, és akkor csinálunk egy ilyen nagy kollektív tesztet. Két fújás, és elindulunk. Kirajzunk, mint a méhek. Jó, ti a BKV, mi az autóban, aztán megnézzük. Ki mész itt ki a folyosón, és a Gyula mellé csendenek. Így jó. Mozgó lépcső, majd hatan állnak már mögötte. Igen. Milyen jó, egyébként milyen jó alibi lehet, nem? Egy hétes kiderülősön hazamész. Anya, csak nem gondolod. Ez az Vulva Originál. Hát kinek nézel te engem? Csak trendi vagyok.
A neve jó beteg egyébként. Ennél azért egyen lehettek volna. Igen, lehettek volna finomabbak vagy kreatívabbak. Az Ode Makkaz. Ode Makkaz. Hát ez azt érted. A férfi parfüm Ode Makkaz. Egyébként kicsi ámbrával, némi fahéjjal, kis gyömbérrel. Így van. Jó, jó illat az egyébként, jó illat. És egy leheletnék is, hogy hívják szarvas gombával. Na mutatjuk, hogy mi a beugró hármas ugrásra. Figyelj mindenki. Mi van ez valami ilyen Chemical Brothers napunk van? Vagy ez ilyen dance nap? Vagy ez nincs utána? Mutatjuk még egyszer. Hát, drága hallgató, a lecke fel van adva, a kettő darab dalcím. Vagy előadó, vagy bármi, amit fölismertetek. Most elég egy. Engedékenyebbek vagyunk. Elég egy, jó? De tényleg. Szóval, hogy ebből ne írjatok meg kettőt. Egy darab dalcím vagy előadó, amit hallottatok. Írjátok meg nekünk SMS-ben, hogy mi szólt, mi volt, és akkor tudtok játszani hármas ugrást. Jó, 4 perc, pontosan 9 óra, mi megyünk tovább, vendégeink lesznek, mert hogy érkezik hozzánk az X-Faktor zsűriének két tagja, gyerekek, Gáspár Laci és Tóth Gabi jön hozzánk, és lehet, hogy Bája Alexet még felhívjuk telefonon. Hívjuk. Csak én röpke telefonerejéig, annyira jó arc. Nagyon jól működik a zsűri ezen része, nekem nagyon tetszik a Bája Alex Gáspár Laci, tehát az Alex, hogy húzza a Gáspár Lacit, aki viszont kiborul ezen, a óriási. Jó, tényleg jó. Megpróbáljuk Alexet felhívni. Majd 9 óra után most jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 11 percen. Gyerekek, Willy William, szóval, hogy komolyan mondom, hát itt már bármit lehet. A név is jó. A név is nagyon jó, Willy William. Valami ilyet ajánlott egyszer a Csabi, vagy őt ajánlott egyszer, nem? Az Ego című dal. Hát, Willy William, hát azt a mindenségét neki, Willy William, ezt nagyon oda tette. Na, azt mondja, hogy rakparta az Aquincumtól a Szabadság hídig átlagsebesség 2 km/h. Úgyhogy kitartás. Kitartás mindenkinek. M3-as Szerencs utcáig befelé Kagylósi Kuka. Jó műsor, D. Botka küldte nekünk, köszönjük szépen. M3-as Miskolc felé 65-ös kilométernél nagy láng alég a gyomrom. Van valakinél egy René. Ez is Opel Combo, fintorgó sofőre. Jó, figyelj, állj meg, és küldünk oda valakit, jó? Ha van valakinél egy ilyen sablekötő, akkor küldünk neked. Trafi 61-es úton, Iharos Berényben, a Nagykanizsa felül érkezőket mérik, vigyázzon mindenki. És azt nézem, hogy van még valami, ami friss. M6-os 88-as kilométerénél fotóznak, ahogy mondtam. És Újpesten, a Baros úton a szokásos helyen ma ismét kint van a háromlábú. Úgyhogy vigyázzon mindenki. Ne küldjétek el többször a kerti törpés poént, Lécia, az esti kitelepüléssel kapcsolatban. Nem, csak azért mondom, mert hogyha olyan csomagotok van, hogy ingyenesek az SMS-ek, akkor persze, akkor semmi gond, akkor tényleg küldjétek, mert biztos tényleg azt hiszitek, hogy ezt ti küldtétek el először, meg is nem. Már 30-an elküldték, de hogyha esetleg költenetek kell erre, vagy pénzbe kell, akkor semmiképpen ne spóroljatok. Jön a karácsony, a gyereknek is kell venni valamit, szeretteiteknek is. Erre nem érdemes pazarolni. De pont addig küldik, amíg mondod. Hát pont azért küldik. Hát pont én is kapok egy csomó mindent, de soha nem mondom be, és de akkor nem tudja, hogy az most célba élt, vagy nem élt célba. De azért kapod, mert még mindig mondod, érted? Hát. De tényleg van, aki azt hiszi, hogy ez neki jut először az eszébe, ez a zseniális és nagyon eredeti poén. Én azt jelentem, hogy 15 év médiázás után, hogy 20 év médiázás, hogy tudod ezen magad egyáltalán felhúzni? Tehát, hogy hol? Mindig hát minden nap kapunk 600 ilyet. Nőnek fel, és hát a csecsemőnek ugye minden vicc úgy szokták mondani közhelyesen, de hát... Igen, de hát ha látják, hogy betalál, akkor azért is elküldik, tudod. Most elmondtad, most 4 ilyen poén fog még érkezni 9:30-ig. Hajrá! Ha nem mondod volna, már egy se jönne. Tehát ennek mindig ez a hatásmechanizmus. Mindig azt szoktam mondani, ha valakitől egy picit boldogabb, akkor ért, én vagyok tényleg. Én akkor vagyok. te vagy a bogzsák? Vagy, én nyugodtan, tehát hogyha ettől jobban érzitek magatot, ettől szebb és kerekebb a világ, akkor tessék, itt vagyok, lőjetek. Na jó, majd, de te csak egyszer elmondtad, na figyelj, nekem, figyelj, na figyelj, akkor mindjárt érkezik. Kicsi kocs, ezt neved magadra. Kicsi
kocsikot a Szerencs utcánál. Két sáv mínusz, bejutás Opsanya, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Aha. A Suzuki se küldjetek, múlt hét pénteken véget ért. Jó, valaki véget elküldte a biztonságkedő, hogy Kerti Törpe és Suzuki. Hát, ha még nem. Neki legalább a humor érzékeit érzek valamit. Múlt hét pénteken már kisorsoltuk a Suzuki-t, úgyhogy ne küldjetek már nekünk Suzuki szócskákat, vagy aki most küldi, az még nem tudom mibe. Nem tudom, mibe reménykedik. Ha pedig a Ladára pályáztok, akkor is e-mailben küldjétek el, jó? Így tehát van. Semmiképpen sem komment, vagy SMS formájában. Na, és az autókukat classfm.hu, ez az e-mail cím. Na, vendégeink pedig megjöttek, hát úgy indultunk, hogy négyen, aztán tegnap már csak azt hallottuk, hogy hárman, de úgy néz ki, hogy ketten ide is értek, Tóth Gabi és Gáspár Laci, hello! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok! Igen, mi vagyunk az X-faktorjai, mindenhol ott vagyunk konkrétan. Nagyon rendesen. Nagyon rendesen képviselitek a többieket egyébként, köszönjük szépen az ő nevükben. Az Alexra majd megpróbálunk rácsörögni, csak hogy egy röpke félmondat erejéig legyen itt ő is egyébként, mert hogy szórakoztató része a zsűrinek. Kinek a jelenléte miatt mondta le ki? Ja, ki miatt nem jött el az ki? Az Alex miatt. Alexet mondtam neki, hogy jönnöd kell neked is. Nem lehet ez neked annyira uncsi, hogy jönnöd kell, és mondod, hogy Laci, ez nagyon trágyául szól, de nem miattad, figyelj, aha, lehet, hogy az lesz, hogy inkább, osszátok meg, osszátok meg. Én beszéltem telefonon Alexszel, és mondtam neki, mindenféleképpen jönnöd kell, mert egy csapat vagyunk, úgyhogy egyet nem csinálhatsz, és nem lehet neked ez is uncsi, mint amúgy majdnem minden. És, és mondta, hogy hát nem, hát ő Debrecenből, figyelj Laci, én Debrecenből vagyok, nekem ez annyira nem jó, ha jövök onnan, figyelj, ez nekem ez tök gáz. Figyelj, küldök egy autót, sofőrt, mindegy, csak gyere ide, mert ez nem. Nem, Laci, menjetek be ketten, majd telefonon leszek. Jó, okay. Nem ilyen profi, nem ilyen profi. Jó, a például Debrecenből azért nem várhatjuk, hogy valaki ezért felutazon. A tankcsapda megtette, de nem érdekes. Úgyhogy ez... De hát ott még van a lázat. Szóval ott még van egyfajta szakmai. Nem, mondta, hogy pont nem tudom, egy-két nappal ezelőtt volt fent, valami fogszabályzót csináltatok, nem tudom. Beszélj! Jövő héten megint jön, és akkor most legalább egy picit... Magyarulom sem. Amúgykor azért nem jött, mert akkor csináltatok. Közel a mikrofon, hogy forgassátok ki magatokat. Amúgykor azért nem jött, mert akkor csináltatok fogszabályzót. De most meg állítottak a fogszabályzón. Tehát várjál, a fogszabályzón most már ez így mindig játszani fog. Igen, annyit tudok, hogy az élő sor a színes fogszabályzója lesz. És remélem, hogy most nem utál, hogy elmondtam. Ezeket az infokat nem olvashatjátok egyetlen bulvárnak az én sem. Violex fogszabályzásának a hiteles történet. Egyébként Violex nagyon kellemes csalódás volt szerintem mind a kettőnknek. Nem, Laci, te nagyon nagy spanyol. Hát a Lacival találtak leginkább egymásra, azt látom. Hát, tehát megvan az egyik blokk, ugye a Peti és Te Gabi, és a másik blokk a jobb oldalon, vagy nektek bal, ugye az pedig a Laci. Ez mindig így volt az X-faktorban, hogy aki mellett közelebb volt mellettem, és ott ült valahogy azzal nyilván. Szerintem ennek semmi köze nincs a mi esetünkben ehhez. Az van, hogy az Alex nagyon nem akart velem dolgozni, ő majdnem én miattam nem vállalta el ezt, egyébként elmondta az első forgatási nap után. De nagy. Tényleg? Igen, hát én nem voltam vele úgy, hogy nem vállalom el miatta, de nekem is voltak ilyen gondolataim, amikor megtudtam, hogy mondjuk ő lenne, akkor én is elgondolkodtam, hogy hát most az Alex. De mi volt a baj? Mit gondoltál róla? Én azt gondoltam, nagyon őszintén, de ezt neki is elmondtam, az volt az első gondolatom, azt gondoltam, hogy hát azért én most hogy ő nem letettél már itt az asztalra, hogy most gyűrizem meg, most én is ott vagyok, és akkor most lehet, és hogy igazad van. Most őszinte vagyok, én neki is ezt elmondtam. Hogy ő letette már annyit az asztalra, igen, hogy beledüljön egy asztalra. Igen, ezt gondoltam, hogy szeretem, akkor most... hogy ilyen őszinte vagy. Én tényleg ezt gondoltam, most miért? Hogy jön ő ehhez, hogy beled egy asztalra? Igen, valahogy bennem ez jött fel. Aztán nagyon kellemesen csalódtam benne, de ő is ugyanígy volt vele. És ő neki mi volt a baja veled, azt elmondta? Hát, hogy túl sokat tettél le az asztalra. Igen, neki meg ez, hogy én meg ilyen mindenhol ott vagyok, hogy ő meg nem akar ilyen... Szelep vagy. Igen, most a legcsúnyábban kifejezve így van, hogy ő nem akar ilyen mindenhol szerepelni, nem akar nagyon nagy tévés média személyiség lenni, úgyhogy neki meg ez volt a problémája, hogy akkor most a Gáspárci, hogy meg hát ő is hallotta róla meg a régebben a pletykákat, hogy azt mondják, hogy nagy képű, meg mit tudom én, és akkor voltak benne is ilyen dolgok, de az első forgatási nap után ez eltűnt, és most elmondhatom, hogy nagyon-nagyon jó barátok vagyunk, sőt, annyira jó barátok vagyunk, hogy én bárhol... Ugye azok a fránya előítéletek. Bárhol, Alex most dőlt bele a kardjába. Ugye én bárhol megvédem őt, én nagyon kevés ilyen emberrel, apukám volt ilyen, akire azt tudom mondani, hogy semmilyen hátsó szándék, semmilyen rafkóság, semmilyen... Nem ismer azt a fogalmat, hogy Rafko az Alex. Apukám volt még ilyen, nem, nagyon kevés ilyen ember van, és nagyon, nagyon őszintén elmondja azt, amit gondol, nagyon-nagyon true arci az ő szavaival. Úgyhogy mi nagyon jó barátok lettünk, és egyébként arra visszatérve, hogy az előbb ezt elmondtam, hogy mit gondoltam róla, most már nem azt gondolom, mert látom azt, hogy a csávónak olyan lexikális tudása van zeneileg, mindenhez hozzá tudott szólni, olyan stílusokhoz is hozzá tudott szólni, amiről azt tudtam, hogy micsoda. És egyébként jó füle is van, meghallja a dolgokat,
Azóta odafigyeltem a dalaira is egyébként, nem akarom itt reklámozni. Azóta de, már eljutott el oda, hogy meghallgass? A kedvesem egyszer át. Igen, azóta odafigyelek egy-két dalára, meg mesélte nekem, hogy írta azt a dalt, amikor apukája meghalt, akkor írta azt a dalt, és ugye nekem is elég korán elment apukám, én is meghallgattam, és hatással volt rám. Lehet, hogy ehhez az is kellett, hogy megismerjem őt személyesen, de tényleg mi jó barátok vagyunk. És milyen a felhozatal? Meséljetek egy kicsit, mert nekem az utóbbi években már azért erősen az volt a problémám, hogy nem nagyon volt igazi felhozatal. Szóval, hogy nagyon felhígult a mező. Nyilván nem mondhatok el mindent, hogy ki az, aki most már ugye tovább ment az élőbe, csak szólok, hogy bele ne szaladjatok egy ilyenbe, mert hogy még nem tartunk ott. Az ember automatikusan elkezd neveket mondani. Nyilván, de hogy ugye eltelt egy év, ugye? Tavaly nem volt X-faktor, hogy ez segített azon, hogy újra olyan hangok legyenek, akik érdekesek vagy különlegesek? Én azt látom, hogy felnőtt egy generáció, tehát pont egy olyan korba léptek, hogy amikor már az van, hogy anya elenged, és akkor most már megvolt az érettségi, vagy betöltöttem a 14-et, ami a korhatár ugye a műsorban. Ezáltal nagyon friss lett, és egy teljesen új generáció érkezett, és mi is meglepődtünk, nem Laci, hogy mennyi is fiatal tehetség volt, de ilyen 14-15 éves gyerekek. És hát ami nagyon fontos, hogy ilyen megjegyezhető karakterek vannak, ami, tehát nem az van, hogy van egy ilyen civil kiállású csávó, aki meg sem mozdul, csak ki van gyúrva és jól énekel, hanem tényleg olyan, aki így beleég az embernek az agyába. Úgyhogy ennyi, én nagyon örültem neki, mert meg oda kövültem az X-faktor székbe, ugye miattam nem vitatkoztak a többiek, hogy miattam nem ülnek be, mert nem volt más választásuk. Ha nagyon őszint akarok lenni, Akkor azt is el kell, hogy mondjam, hogy voltak bennem ilyen félelmek, hogy hát már annyi tehetségkutató volt, és tényleg, hát nem tudom, az első tehetségkutató, ahol én voltam, meg aztán az 13 éve volt. Atya is, ez 13 éve volt, nem is emlékeztem. Azóta szinte minden évben több tehetségkutató, de van olyan év, amikor négy fajta tehetségkutató is van, és én is elgondolkodtam azon, hogy hát hol lesz már most megint jön ez is, és most pont itt vagyok, és most pont milyen jó lenne, hogyha lennének tehetségek úgy, mint régen is voltak. Olyan ember, akiket meg lehet jegyezni. Nem, hát tényleg, régebben azért volt, akik fennmaradt, nehéz fennmaradni. Hát hány tehetségkutató van már? Nem tudom, volt már, vagy öt. Amikor egyébben kettő is, persze. Nagyon sok két kereskedelmi csatornám. Ez bennem is megvolt, hogy pont amikor most már itt vagyok, akkor pont lehet, hogy most már elfogytak a tehetségek is. És igazából nagyon örülök annak, hogy főleg a nagyon fiatalok, de tényleg a 25 pluszosokból is vannak olyan tehetségek, akiről csak azt tudtam gondolni, hogy úristen, hol voltak ezek eddig? Meg már 50 plusz, annyit elárulhatunk. 50 plusz van, 50 plusz is? Vannak olyan, hogy 50 pluszosok. Igen, tehát vannak ilyen nagyon idősebb korosztályok, akire tényleg az ember képes ilyen előítélettel állni, hogy megérkezik a színpadra, hogy mi lesz, de hát voltak nagy pillanatok, úgyhogy érdemes lesz majd. És így bejönnek, és hogy mit fogsz énekelni? Csongrádi Kata. Igen, úgyhogy tényleg vegyes a csapat, nagyon vegyes a csapat, és mi is nagyon jól működünk így együtt, mentorok, tehát hogy nyilván nagyon tüzesek vagyunk, mi is a Lacival elég ilyen ösztönlények vagyunk, úgyhogy hát két dudás egy csárdában néha nem fért be, de a legfontosabb, hogy én nagyon szeretem és tisztelem a Lacit, és mindig mindent meg tudtunk beszélni, úgyhogy igaziból ennyi, nem Laci? De most tényleg így nagyon őszintén, persze a szerződésetekben benne van, hogy igent kell mondanatok erre a kérdésre, de hogy volt olyan pillanat, amikor így mind a két, vagy egyikötök, vagy a másikotok egy-egy énekesnél azt érezte, azt gondolta, hogy basszus, ez nagyon-nagyon durva, hát ezt talán én se tudnám így, ahogy ő tolja. Tehát, hogy azért azt nem gondolom. Laci hiúságát ismerve ilyen nem volt. Nem, igen, nem volt. De vannak nyilván, tehát hogy ilyen csiszolatlan gyémántok, aki tényleg az, hogy bejött, és azt látom rajta, hogy már el tudom képzelni, hogy majd ki fogják őket sminkelni, szépen meg lesz a kis stílusuk, és az énektanárok, ha a kezelésbe veszik őket, akkor ebből olyan durva nagy sztárokat lehet faragni, akik tényleg kicserélhetik a pop szakmát. Tehát ilyenkor kacsintottatok. Reméljük nem rá. Igen, hogy egy csipkével legyen bennünket. Igen, de annyit szeretnék elmondani, hogy tényleg hiába sok tehetségkutató, és nagyon sok támadást kapunk, hogy nyilván a fülünkre van minden mondva, hogy mi az egész irányított, hogy tényleg azt szeretjük de az X-faktorba. Igen, csak a Lacinak, meg a Bája Lexnek nem, hogy azt szeretjük az X-faktorba, hogy annyira spontán történik minden, hogy mi ránk mentek, és mindig el is mondták, hogy figyelj gyerekek, amit ti elmondtok, az le lesz adva, kész pont. Kérdezi egy hallgató, ez nagyon fontos, hogy Stone visszatér?
Nincs meg szó, Laci. Nem tudod ki? Nem tudod ki? Nem. Akkor szerintem te még odát voltál. Te se? Ez a hallgatói kérdés. De mi kedveljük őt egyébként, a jó arc. X-faktorban volt a malekféle zámbóztón generációval együtt. Igen. Ez egy, jó, hát az X-faktornak se. Visszatérhetne egy jó Takács Tamás Dirty Blues Band. Nagyon szeretem azt a részt, amikor a ti dalaitokat hozták, és volt egy ilyen blokk, ugye, amikor összevágták azokat az énekeseket, akik vagy tőled, Laci általában, vagy Bály Alex-tól hozott egy-egy dalt, Puskás Peti is becsúszott. Én nem is tudtam, hogy te ennyire kiborulsz azért ezen, mikor a saját dalodat ilyen rosszul hallod. Hát az, hogy még a szöveget se tudta, és hozzátöltött ilyen hülyeségeket, ráadásul úgy akart elnyomni, hogy az én hangom ott szól azért, hogy az én hangomat is elrossza. Volt egy ilyen, igen, amikor a te dalod alatta szólt, igen. Azon te láthatóan kiborultál. Neked ez rosszul esett? Rosszul esett, de nem úgy, nem megsértődtem, vagy ilyesmi, hanem rossz volt a pillanatot úgy megélni, hogy így hallottam a dalt, és hogy... De miért nem találtak a karaoke verziót? Vagy miért szóltál te is alatta? Én nem tudom. Ez valószínűleg ez egyetlen támasz volt neki. Mondták azt, hogy amikor mondtam, hogy persze nem tetszik, akkor azt is hallottam, hogy hát megijedt a saját hangjától. Ha vagy a tiéd. Ő volt az, akivel összeszólalkoztál, és még ment ki a folyosón, és még utána... Nagyképű vagyok. Hogy utána kiabáltál, igen. Akkor a másik azt mondta, hogy tovább kellett, hogy engedjem őt, mert hogy egy a vérünk. Így már téged, főleg a Vízió című számodra. Menjél, more, magadnak haza! Menjél magadnak haza, more! Vagy nem tudom, hogy mondtad, de hát az imádtam, és ezzel le is rendezted. Szerintem ő csöndben maradt, tehát onnantól kezdve... Hát, de hát most, na, hát az gondolom... Igazad volt. Hát igazam volt, de azóta... Mindig egy... igazad van, Laci, az... merjen mást mondani. A Laci egy hiúpali azért, de azóta, nem? Azóta egyébként annak a csávónak a felesége, vagy a nővére, vagy a huga, vagy nem tudom ki az neki, vagy anyukája, azóta támad engem, vagyis támad engem folyamatosan az X-Factor oldalokon, mindenhol beírt, hogy na és hiába meg, de ilyen tök helyes írási hibákkal tele, hogy ilyen nagyképű, olyan nagyképű, nem hallgatta meg a gyereket, meg sokkal jobb, mint ő, meg itt, és akkor beírtam neki, hogy én is szeretlek. Na és ezt, figyel, a nő ezt komolyan vette, hogy én szeretem őt. Azóta bejelölt, azóta rajongói oldalon bejelölt, és azóta írogat, hogy azért ez a zeném nagyon jó, de jó ez a kép. Hát mindig így van, hogy a leghangosabbakat a kicsit megszeretett. Mindig így van. Úgyhogy mindenkinek azt üzenem, aki bánt, vagy mit tudom én, vagy nem bír, hogy szeretem. Ez téged zavar, mert már kint is elkezdted mondani ezeket a reakciókat. Ez zavar? Nem tudtad, amikor vállaltad, hogy ez lesz a következménye? De hát persze, hogy mindig tudom azt, hogy az ember kap jót is, rosszat is, főleg, hogyha önmagát adja. De az, hogy ott, onnan még bekiabál, hogy nagyképű vagy, meg hogy nem, te sem tudsz énekelni, meg hallottuk már élőben, nagyon rossz vagy, meg mit tudom én. Azért nem számítottam, hogy már ott meg kapom egy élőben. Számomra már a celeb alatt kiderült, hogy te egy érzékeny srác vagy. Igen. Hogy... Imádom a Laciba ezt az ösztönösségét, úgyhogy tényleg tehát, hogy azt imádtam benne, hogy amikor mondjuk vannak viták, tehát nem értek veled egyet. Miért szerinted, hogy rosszul gondolom? És egyből magára vett, hogy mondom, nem te gondolod rosszul, csak máshogy gondoljuk. És akkor ez volt, de aztán itt a táborra szerintem de nagyon mindig, össze... mindig kiderül, hogy jól gondolom. Tudom, hát azért mondom. Mernénk más mondani, persze. Így egy hallgató, ez is jó hozzászólás. Miért nincs háttalülés, az jó volt. Miért nincs háttalülés? Ez másik valami, nem? Ez a humor benne, látod? Ez volt a benne. Ez volt a vicc, látod? Ez egy ilyen műsor. Megrúgtalak az asztal alatt, hogy most poén jön. Gyerekek, a Bály Alex itt van a vonalban. Lehet, hogy meg föl tudtuk ébreszteni. Alex, jó reggel, ciao, hello. Szevasztok, már beszartam itt az unalomtól, hogy mikor szólítottak meg. Ez is unalmas. Mondtam, hogy unni fog, én mondtam. Az unalom a te imidzsed része, Alex, egyébként, és a te karaktered része igazából. Tehát, nem te lennél, ha nem unnál mindent. Igen. Mi is egyébként nagyon szépeket mondtatok rólam, srácok, és igazából az a része nem tetszett, amikor már elkezdtetek nem rólam beszélni, mert az annyira jó volt hallgatni, hogy ilyen jókat mondtak. Most amúgy már sokkal jössz egyébként, Alex, már az a facén is megvédtelek. Komolyan? Hát nem mondd, hogy nem tudod, te is még ja, is írtál. Akkor jó, hogy az... Látod, milyen elégedett. Te egy elég megosztó személyisége vagy egyébként a zsűrinek, Alex. Mi van a fogszabályzoddal, megcsinálták? Nagyon király. Nagyon király lett? Figyelj, én nagyon szeretem. Itt várom itt a pokoli fájdalmakat már 2-3 hete, de amúgy nekem nem fáj ez a fogszabályzás egyáltalán. Mivel kellene, hogy fájjon egyébként? Vagy azt mondták, hogy fog? Kellemetlen. Nekem azt mondták, hogy ez egy nagyon fájdalmas valami, hát, de nem az egyáltalán. Zavart az éneklésben? Vagy miért kellett? Vagy
Ez külön kérdése volt az abban, abban zavart, hogy, hogy nem szerettem annyira mosolyogni, mert nem úgy áll a fogam, ahogy kellene szerintem, és ez engem így zavart. Meg egyébként így egészségügyileg annyira nem, tehát nem olyan jó, hogy azt mondják, hogy ilyen mély harapásom van, vagy mi a fene. Tök unalmas vagy, Alex! Mély harapás! Ja, mély harapás, vagy valami. Mély harapás. Nem tudom. A, unalmas vagyok, Gabi? Nem tudom, hogy előbb te mondtad, mondom, most én is mondom. Figyelj, most egy kicsit, hogy igen, most egy icipici. Te mit adsz elő a koncerteiden, Alex? Gáspár Laci dalokat szoktam. Valahol láttam, hogy 40 perces Bajalex koncert, ezt láttam, de hogy de gondolkoztam, hogy van-e nálad is Neoton blokk, mint a Kassa Tibinél. De úgyhogy jobb, mint az eredeti. Igen, tényleg? Én úgy szoktam, mindig. Egyébként a csávónak mondtam, tudod, a Gógyinak, hogy leállítottam és mondtam neki, hogy ne énekelj tovább, mert nem akarom, hogy leégess magad, vagy engem is. Most ezt neked is mondtam. Meg engem is! Jaj, de jó volt ez, Istenem, ez az előválogató, ez életem legszebb. Az előválogató sokszor az X-faktorban nézettebb, mint az élő. Tehát, hogy... Tényleg, tehát effektíve azok a legnézettebbek, mikor a casting adások mennek. Bár ezzel a 4-es mentorcsapattal én nem tudom, mik lesznek az élősóban. Pont ezt beszéltük, nem Alex valamelyik nap telefonon is, hogy hát ez lehet, hogy hajnali 3-ig fog tartani az élőadás velünk, amit mi ott le fogunk tolni. De én szeretem ezt a kicsit unom, kicsit flagma vagyok, kicsit más vagyok stílus, tehát én engem ezt szórakoztad. Láttuk azért szórakoztat téged, Balázs, mert azt látod, hogy én vagyok a fiatalkori önmagad. Hajrá! Nem feltétlenül jutott ez így ebben a formában eszemben, de szórakoztat, hogy te ott ülsz így baromi nyíltan, de ami jó, arról elmondod, hogy jó, ami nem tetszik, akkor azt is tök őszintén. De azért, hogyha válaszolod kellene, hogy ki a fiatal. Akkor jön magad az Istenes Bence, vagy én, akkor engem választanál. Igen, a külsőségekre a Bencét, de személyiségre inkább téged, igen. A mély harapás leszámítva. Na jól van, Alex. Oké, köszi, hogy itt voltál egy rövidre csak velünk Debrecenből. Mikor jössz? Ennyi, azt hittem, hogy az egész műsor rólam. Hát eddig is rólad beszéltünk, de rólad is rólad fogunk, csak ezt már nem akarjuk, hogy halld. Figyeljetek, jövő héten ott leszek, aztán majd hívjatok. Be és beszélgessetek csak velem. Remélem, már egyszer feltolod a képed a nagy faluba. Gyere, jó? Megye, jövő héten már ott leszek. Na jó, akkor majd beszélünk. Köszi, Alex, ciao. Jó futás, jó edzést. Ciao. Szia. Ő fut egyébként? Minden nap 5 kilométereket fut. Tényleg? 5 perc alatt? Vagy? 5 perc alatt 5 kilométert? Az egész jó átlag. Az egész jó kilométer átlag, igen. Durvább, mint Chuck Norris. Igen, amúgy, kb. Igen. És egyszer rugott félre, azóta is kék az ég. Laci, neked most született a gyereket? Tényleg? Nem olyan régen? A hányadik már? Harmadik gyerek. Nem olvasok sztori magazint, ez egy harmadik. Noelnek hívják, látom. Noelnek, igen. Na és Noel. Milyen? Mesélj róla, jó? Jó, igen, most 2 hónapos. Már tudjuk őt vinni ide-oda. Még az arcod is megváltozott, igen, hogy elkezdtél róla beszélni. Elérzékenyült. Hogyne, hát imádom. Mindegyik gyerekemet imádom, Noelt is. A Noel az honnan jött? Kezdetbe küldt egy régebbi sztori magazin Balázséka? Mert hogy? Nem, én gyerekem. Ja. Nem tudtad? De tudtam, de... Nem, de nem vagyok névirigy, tehát engem ez egyáltalán nagyon tetszik ez a név. Eleve mindig is tetszettek azok a nevek, amik kicsit bibliai eredetűek, és volt a Joel, meg volt a Noel. A következő Alex lesz. Inkább jobb a Noel. És inkább jobban tetszett a Noel. De tudod, így beszélgettünk Nikivel, hogy milyen nevek jöhetnének szóba, és a Noelre egyből azt mondtuk mind a ketten, hogy nagyon jó, nagyon szép. Nagyon szívesen. Mi úgy fogjuk beszélni, hogy Noika. Nagyon szívesen. Hát abszolút. Megértek, hallott? 2009-ben a Bennett is nagyon ment. Gabi, te más néven folytatod? Azt olvasom? Hogy új dal is készült, és etno, illetve modern stílusban utazol most, tényleg? Igyekszem, igen. A régi új önmagamhoz visszatérni, mert hát nyilván engem is bedarált ez a világ, de én valójában mindig egy ilyen kicsit alterosabb, elvontabb zenéket kedveltem, és írtam dalokat is, úgyhogy most igen, Totova névem, ami úgy jött, hogy elmentem Szlovákiába fellépni, és felkonferáltak a színpadra, hogy Gabriela Totova, szuperszárova, és annyira röhögtem. Gabriela Totova? Igen, ez 2010-ben volt, és azóta engem a baráti köröm Totovának hív mindenki, úgyhogy így jött, és akkor hát igyekszem, most már én írom a dalokat a párommal, úgyhogy már végre szerző is vagyok, nem csak énekes. Nagyobb a jogdíj. Igen, jók a bulik meg a programok, csak hát ugye, hagyjuk is. Szóval, hogy igyekszem e felé menni, igen, és fesztiválok színpadaira.
majd valahogy bekerülni, meg funkiskodni, mert ilyen menő arcok mellett, mint a Gáspár Laci, muszáj nekem is valamit váltanom, nem lehetek csak így énekes, ő is úgy baszarozik már. Egyébként a Bája Alexet te nyomtad, azt mondd már el, mi volt. Mi? Hát a viccelődik az Alex, látod? Mert én, amit az előbb is elmondtam, hogy én bírom, mi őt is barátok lettünk. Volt egy olyan történet, hogy Nyíregyházán volt fellépésem, nekem 9-kor, és aztán megtudtam ott, hogy egy egészen más helyen, neki talán éjjel 1-kor van egy ilyen klubba fellépése, és én megvártam őt, én már végeztem 10 órakor, megvártam őt, és én buliztam a legjobban a színpad előtt, és volt egy szám... Azon kívül még volt egy vécés néni, meg egy biztonsági jó buli volt, és volt egy olyan rész, amikor a basszusgitárosnak így néztem a basszusgitárost, mert akkor nem az eredeti basszusgitáros játszott, hanem a Zoli, aki inkább gitáros, és akkor néztem, hogy mit csinálsz, add már ide, és akkor mondta, gyere fel, és felmentem, és basszusgitároztam az egyik dalban. És jó volt, jó buli volt nagyon. Miért gondolom, hogy minden történetben magadat szereted a legjobban? Igen, igen. Szóval, szóval hogy ez számomra egyébként abszolút nem meglepő, mert azért így ismerlek, de ez jó, hogy... De ez jó, ez a történet, miért? Basszusgitároztam Bája Alexnek, meg az előbb viccelődött, hogy mondja, hogy engem fog énekelni. De hát inkább gitáros, mint basszusgitáros. Intettem neki, hogy van itt valaki, aki ez a pengém nála. Elmegyük a Dalaci az X-faktorba is, tehát hogyha valaki már jött basszerral, akkor nagyon megörült, de hát azért azok az arcok, amikor hozzáértek ahhoz az hanghangszerhez, láttam a Laci arcán, hogy ez a meggyalázza, nem bírom nézni, elfordulok, végem van. Mint a Kristófnál is, amikor keresztet rajzoltál, vagy nem tudom melyiknél volt, hogy féltél attól, hogy beléd száll az ördög, mert olyan ördögi volt az a kisgyerek, tudod, az a hosszú hajú. Fogalma nincs. Köszönöm, de tudom, csak nem is akarom ezt. van egy új dalod, Laci? Nekem is van, igen. Tudsz róla? Egyébként pont ma jelenik meg, ha minden igaz. Igen, tudok róla. Ma jelenik meg, és el is hoztad hozzánk. Hát mindig nálam van. kész van. Igen, mindig van egy friss dalab. Mindig van egy friss dalab. Mostanában figyelj, van egy új dalab. Hallgassak meg. Jó, figyelj, akkor ezt mi meghallgatjuk. Jó, lehet, hogy csak a játékunk után, de akkor mi ezt nagy szeretettel meghallgatnánk. Jó kis dalocska egyébként, szeretjük? Szerintem igen, modern, friss. Angolul van egyébként, nagyon tudok angolul, tudod. Oh, azt láttam. Azt láttam a Star Wars Star-ba Will Smith-ként, tehát az angolod az elképesztő. De most egyébként megdicsértek, mert körülbelül 3 napon keresztül csak a kiejtéssel foglalkoztunk. Hosszú időt szántál rá. Igen. Mások évekbe telik. Legalább a cím menjen. Egy dallal, egy szöveg, az 3 napos. És ma jelenik meg mind Pendrive-on, vagy? Hát minden ezek a zenei portálokon. Ja. Most nem akarom mondani, neked is van a telefonodon, biztos az a... Persze. Tudod, csak egy gét kell bérnem, és rögtön kidobni Gáspár Laci. Van a zöld, meg a másik, meg az ilyen színes, na azok. Turn me up ez a dal címe. Meghallgatjuk. Tudod, mit jelent, Laci? Rohadékos körülcsek. Turn me up. Jól van. Na, nagyon drágák vagytok, hogy ti ketten azért eljöttetek. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy meghallgathattam a Gáspár Lacit. Sziasztok, megyek aludni. Ha új dalod van... Ez ott a Tóth Gabi show. Ha új dalod van, Gabi, akkor dobd azt is, jó? Köszönjük szépen, rendben. Totováként azt is lejátszunk. Puszi nektek, köszönjük szépen. Minden jót, csak. Ciao, puszi, köszönjük szépen Tóth Gabinak, Gáspár Lacinak. 9:30 múlt, pontosan 6 perccel. Játszunk gyorsan egy hármasugrást, aztán jövünk az új dal mindjárt. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Laci sokkot kapott, én üveges tekintettel néz maga elé. Vajon hol jár? Igen. Puszi, sziasztok, köszönjük, ciao. Mindjárt meghallgatjuk a dalodat. Lehet, hogy Alex nem is szeret. Lehet, hogy nem is vagyunk barát. Igen, és hol van Aurélio? Halló, jó reggel. Sziasztok. Laura, honnan hívtál? Ja, Kecskemétről. Igen. Milyenek a kérdések, Jani? Nehéz. Hát tegnapról megmaradt 2, ahhoz még hozzáraktam 1-et. Elsőnek az még egy picit nehezebb volt, mint a tegnapi első, és így jött össze egy kérdés. Laura, mit csinálsz, dolgozol már? Majd délutános leszek. Délutános leszek, akkor még otthon? Igen. Jaj, igen. Majdnem elaludtam már. Már majdnem elaludtál? Min aludtál? Majdnem elaludtam. Hallgattalak titeket. Ezt mindig dicséretnek veszünk. Hát sajnos nem mindig tudunk így. Vállalni a felelősséget a vendégeket. Melyik században élt Kinizsi Pál? Így szól az első kérdés. Melyik században élt Kinizsi Pál? Ezt az elalvásért. Nem, még van egy kis időd, gondolkozzál. Melyik században élt Kinizsi Pál? 15. Így van, 15. Jó van, segített valaki? Igen. Nagyon izgulok. Ne izgulj. Hát most ébredtél.
Így szóra a második kérdés. Melyik hazai városban található Európa legnagyobb madarat ábrázoló szobra? Magyar város? Nem, Markóba ez kérdez. Ezért szólt így a kérdés, hogy melyik hazai városban. Igen, ezért pontosítottunk már a kérdést. Próbáltunk segíteni, hogy melyik hazai városban. Melyik hazai város? Jó. Hát egy nagy madár, hát, egy rohadt nagy madár. Tatabánya? Igen, egy rohadt nagy madár. Aha. Na? Ne menj tovább. Ne? Hát a harmadik, az tényleg nehéz, lehet, hogy jobb, ha megállsz. Mindannyiunknak. Azt meg lehet kérdezni, milyen témakör? Atomfizika. De egyiket nem. Nem származás, feltalálós, tudósos, Nobel-díjas, holográfia, feltalálása, melyik magyar tudós kapott. Ilyen típusú kérdés. Nem baj, megpróbálom. Ezek után fura, nem próbálom. Igen. Melyik magyar származású tudós kapott Nobel-díjat a holográfia feltalálásáért? Holográfia. Üsd a gépet! Gábor Dénes! Jó, már kidobta! Van internet? Igen. Jó van. Mégis nincs kikötve, hogy nem lehet használni. Küldjük az ND csomagot, jó? És most így nyertem bögrét. Azt nem. Nem? Órát. Oh. Az se rossz. Mondj, sos órát. Órát kaptál. Nem baj. Tökéletes. Jó van. Nagyon jó. Még sose nyertem ajándékcsomagot. Na, látod? Hát ez is meg lett. Köszi neked. Nagyon örülök. Küldjük. Neki. Köszönöm szépen. Ciao. Hello. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Meghallgatjuk a dalt akkor? Persze, melyiket, ha már behozta. Hát a törmiapot, a Gáspár Laci. Vagy a Laci. A Gáspár Laci új dalát. Jó, úgyhogy meghallgatjuk, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. Won't you turn me up tonight? Won't you turn me up? Back in on the fresh night, we'll be burning up. Don't you bring me down? Don't you bring me down? Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban, a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek! Klassz FM, a rádió. Egy autó megvásárlása komoly terheket róhat egy átlagos családra. Nagyon sokan vannak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy egy új vagy egy használt autót megvegyenek, pedig nagy szükség lenne rá. Egy beteg családtag, egy nehezen megközelíthető munkahely, és még sorolhatnánk az okokat. A Klassz FM segíteni szeretne. A Lada Hungary jóvoltából felajánlott Lada Kalina kombi személygépkocsit szeretnénk olyas valakinek adni, aki valóban rászorul. Ha tud ilyen családot, írjon nekünk az autokukac@klasszfm.hu címre, hogy ez a praktikus családi autó a legjobb helyre kerülhessen. Segítsünk együtt! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt pontosan 3 perce. Ugye? Adja föl már, ő se hisz semmiben a mikrofon állványot. Gémes kult, nagyon jó. Ahogy magam elé rántom a mikrofon. Nem idegesítő, csinálod még? Nem olyan, mint egy szamár. Hallgass meg, csukd be a szemed, figyelj, mint egy szamár. Na te hő. Megnézzük meg a milyenket is, és csináljuk. Nektek nem? Neked. Csak pár csepp olajat, mint a bádog embernek az ózba. Csak adjanak pár csepp olajat. Jó, de szeretnek most minket. A hallgatók. Na jó, nem kínzunk senkit, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Rövid házasságok. Zolcse meg, ezt tehet. Neki 4 lábamat. Rövid házasságokról beszélgettünk. Megpróbáltuk megtalálni azon a házasságokat, amik a legrövidebb ideig tartottak a hallgatóink között. Nagyon helyes telefonokat és SMS-eket kaptunk. Vannak olyan hallgatóink, akik hát gyorsan elváltak, és igazából nem vártak sokat, hogy hát ha történik valami jó vagy jobb a házasságukkal, elváltak. Erről beszélgettünk, mert egy amerikai honlap összeszedte a világ legrövidebb házasságait. Ezt vitattuk aztán meg mi is. Valamint vendégünk volt, ami Gáborunk itt volt hosszú idő után.
hosszú idő után a mi Gáborunk, úgyhogy vele is beszélgettünk arról, hogy milyen irányba megy az élelmiszeripar. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Egy perc van pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mi újság van? Hát azt hittem hiányzik, nem, azt hittem, hogy nem hiányzik a Gábor, és kiderült, hogy igen, de tök jó volt újra hallani. Mi szerintem is szeretjük, persze, mi azért hoztuk vissza, hogy legyen még itt. Most már tényleg csak a fekete pákó hangja hiányzik, tehát ugye a nagy egészből. Hello, hát azért, hello, elég. Akik így régen voltak, és... A múltkor hívtuk, csak éppen ugye kitelepülésen volt. Nagyváratra ment egy kitelepülésen, igen. És azért nem tudott eljönni, és küldözgetett is SMS-eket, egy részét az SMS-eknek is tudtuk olvasni. Igen, igen. De helyes volt, én is szerettem. Hát most igazából megy, egy hónapunk van, nagyjából kétszer jön még. De elvesztetted őt ezzel, hogy bevallottad, hogy borozol. Hallottam, hogy elvesztetted őt. Hát bírja ő a kiképzést, megbicsaklott igen a kapcsolatunkat. Hát te igen. Is, és hát ezzel a szemét Rákócival iszol, mint az állat. Meg ott van ugye a vérségi kötelék, emiatt sem fog egyébként nagyon megharagudni azért Balázs, mert az előző életükben azért testvérek voltak. Azt meg a másik, hogy van egyfajta erős érzelmi kötelék, igen. Na, hívjuk a naphallgatóját. Igen. Jó reggelt, hello, morning show, szia! Úristen, ezt elfelejtettem, pedig nem úgy akartam. Hello, hogy hívnak? Gizi vagyok. Gizi. De mert erre nem is gondoltam, mert sokszor küldtem be a hülyeséget, amit számomra az legmagad, de erre pont gondoltam. Gizike, mert látom, ilyen legváratlan pillanatokban jelenünk meg egyszer csak. Arra gondoltam, hogyha csörög a telefonom, azt mondom, hogy igen, ez a morning show. Bizony, hát mi voltunk. Hát jó van. Mi voltunk. Ennyit a szerencsér. Az X-faktoros zsűri volt ugye a vendégünk, nagyon jót írt, miért nincs háttalülés, az jó volt. Hát jó. Nagyon szerettük az SMS-et. Igen, még nem az volt az első, háttalült a zsűri. Igen, nagyon szerettük az SMS-et. Úgyhogy, hát te vagy a naphallgatója, de hát nem mondtad, úgyhogy nem tudunk. Nem tudunk olyan egy csomagot. Jó van. Jó? Egyszer. Na jó van. Köszi. Sziasztok, aztán további szépet. Puszi, ciao. Köszönöm. Csabi, kemere, meg zenék, mondj valamit. És ő nem is vízből írta ezek szerint, ő tényleg így gondolja. Craig Davidet hozom, a Craig David szerintem a világ egyik legjobb énekese, és most megjelent a 6. lemeze néhány napja, és erről már hallgattunk egyébként korábban dalokat, most a Szigalával, ő az egyik feltörekvő angol DJ, őt is ismerhetitek több dalból, és most közösen összehoztak egy dalt, és In Giving Up, ez a címe, ezt hozom nektek. Na, ez nagyon jó. Meghallgatjuk. 10 órakor élő bejelentkezés. Így van. János jön hozzám lakni a kertben. János szigorúan csak a kertben. Még van Balázsék kertjéből. Lájkoljátok a Facebook oldalát, sem estén Balázsnak, hogy lássátok. 10 órakor kérlek, tapadjatok rá a Face-re, mert ott lesz. Ott Balázs kijön hozzám majd a sátorhoz, a saját kertjében, és akkor meg interjúból. Aztán visszamegy. Nem vagyok biztos. Visszamegy a száraz hát. Jó. Kinteget. Hangosabban, mert nem hallatszik az esőtől. Hangosabban. Viszont mindenképpen szeretném megköszönni, hogy Kispestről kaptam egy nagyon komoly csomagot, egy komoly lámpaszettel, meg elemekkel, egy olyan úriembertől, vagy úriemberektől, akik nem árulták el a nevüket. Nagyon-nagyon kedvesek, köszönöm szépen. Már ma estére készülve? Igen, jössz hozzám, világos sátrazni? Lesz, amikor majd ott botorkálok a kertbe, legalább lesz a kezemben valami, amivel világosságot csiholhatok az éjszakában. Mondom, a tujjáim alá nem pisilhetsz, mondom. Tehát ez reggel megnézem. Most az eső, nyugodtan csúrgás. Alacsony szomszédkerítése, mert akkor átugorhat. Oda nyugodtan. Na jó, van, 10-kor tehát találkozunk, élő bejelentkezés, most pedig Csabi jön a kívánságműsorra. Csabikám, jó munkát neked. Kösz. Jó? Ciao. Jövünk holnap 6-kor, és holnap 6 Budaörs. Nem itt, így van. Euronix áruház Budaörs, rengeteg ajándékkal, rengeteg nyereménnyel készülünk, úgyhogy gyertek. Jó, egy nagyon hangulatos kis kitelepülés lesz. Úgyhogy várunk mindenkit holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.